Szóval üdvözlök mindenkit, aki eljött tematizálni és problematizálni többek közt a szuverenitáskát. Megígérem, hogy több ilyen pusztító poén nem lesz részemről, legalábbis az este folyamán. A beszélgetés témája független sajtó, mint ellenzék és politikai szereplő. Köszöntjük a Köszöntöm a vendégeket, akiknek szintén köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Ács Dániel a 444 újságírója benyúrta a Szabad Európa újságírója. Urmán Ágnes médiakutató a Corvinus egyetem mi docense, a Mérték média és Papszilárd István a Partizán szerkesztője és újságírója. Én pedig Tárik Roland vagyok, kutyapárt közeli független moderátor. Az első kérdés, az tulajdonképpen a magának függetlenségre vonatkozik, hogy ez mit jelent ma Magyarországon a média tekintetében. És egyúttal szerintem, hogyha szeretnétek tisztázni, hogy mondjuk anyagi források szempontjából miből működtök, akkor ezt érdemes lehet az elején megtenni. Nyilván úgy, hogy üzleti titkot nem sértve ö, átadni. Ez a ágira nem vonatkozik feltétlenül természetesen. De ez, hogy ö, mi a függetlenség Magyarországon, az igen. Én kezdem. Öm... Látod, milyen rossz helyre Igen. Öm hát ugye ez önmagában az, hogy elkezdünk megint a függetlenségről beszélni, ez egy Orbáni paradigma, ami 10 és 14 előtt nem különösebben jött szóba. Tehát azóta minden ilyen beszélgetésen, meg úgy általában a komment és úgy mindenhol arról kell beszélni, hogy mit jelent a független, és ez a szó mit akar, és ki független, és ki nem független és mindenki különböző bélyegeket hord magánál, és nem a dolgokkal foglalkozunk, meg nem az ország ügyeivel, hanem ezzel a szóval, hogy független. Mert hogy ugye az Orbáni dialektika az arról szól, hogy kétféle újságíró van, aki velem van, meg aki ellenem van, és ebbe semmi nem fér bele, tehát hogy a, 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 a kutyák és macskák magazin sem fér bele ebbe a dologba, annak is valahogy be kell sorolódnia, Ebbe, és, és aki azt mondja magáról, hogy független, az valójában ugye Orbán ellen van, és az nem magától mondja, hogy független, hanem valakinek a megbízásából, és ezt kell magyaráznunk most már tíz éve folyamatosan, hogy nem ez a kétosztatú rendszer létezik. Nyilván nem a saját újjából szokta, és a világon is létezik ez a, ez a vita, de ö, nyilván nincsen sok értelme. Ö, független az, akinek nem pofáznak bele a munkájába kívülről. Ennyi. Ö, és, ö, és ezt bővebben nem is ragoznám az anyagi helyzetemről, hogy, hogy néhány szót. Helyet, <tínt> a, igen. <hát, én, 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 én. <hát, Hát én egy ö, egyszerű szeretsen vagyok a, a 444-nél, tehát egy alkalmazott, ö, ettől még elég transzparens a ö, működésünk, lehet pontosan tudni, hogy van kb. 21 ezer előfizetőnk, ö, alapvetően ezt, a, ezek tartanak el minket, ezen kívül szoktunk Európai Uniós pályázatokon indulni, és minden pályázaton, Kínain, Oroszon, Indiain, amin lehet elindulunk, és megpróbálunk a működésünkhez pénzt szerezni, hogy legyen net az irodában. És és a harmadik láb az az, hogy még reklámbevételünk is van. Egyre inkább lehet tudni, az mi üzleti modellünk abba az irányba megy, hogy legyenek előfizetőink, akik, akik fizetik a működésünket. És nem tudom, hogy a, a kérdés vonatkozik-e továbbiakra, de, de ez van, ez elég transzparensen látható, azt hiszem, erről minden évben beszoktunk számolni, hogy ez milyen arányban oszlik meg. Azt hiszem, hogy a legnagyobb láb ez az előfizetői láb, a második a reklám, és akkor hébe-hóba vannak pályázatok. Elég pontos definícióját adtad a függetlennek ezzel, hogy akinek nem dumálnak bele a, a munkájába, körülbelül az a független, e, azzal megerősítve, hogy, és most nem csak, akkor, nem csak a szabad Európáról beszélve, mert hogy Danival ellentétben, aki nagyon hűséges a munkahelyéhez, én e, igen gyakorta e, váltogattam a munkahelyeimet, aminek pont ez volt az oka, tehát hogy én általában akkor kerestem új helyet, amikor valaki bele akart dumálni a, a munkámba, e, és ez kezdve a nem ott kezdtem, de hogy a közmédiában volt ez pont 2010 után egy nagyon éles dolog, amikor talán arra a Népszabadság cikre sokan emlékeznek, ami az első cikk volt arról, hogy hogy működnek akkor már mtv n belül a dolgok, ez talán 2011 2 -20 ben íródott ez a cikk, amiben sokan megszólaltunk, akik akkor, meg még, aztán már ott dolgoztunk, vagy nem dolgoztunk ott, és az egy tényleges pillanat volt, hogy 2010 talán negyedikén volt, április negyedikén volt 10-ben a választás, és 5 már a hírigazgató nem volt a hírigazgató, és mondjuk 8 már élő Gábor itt állt a tarkomnál, és nézte a klaviatúrát, ahogy írom a szöveget. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon éles váltások. Na, ez nem független, és nem is objektív újságírás. Most azt gondolom, hogy nagyon egyszerű helyzetben vagyok a szabad Európánál, mert hogy ráadásul egy nagyon tiszta viszonyok vannak. Tehát a szabad Európát az Amerikai Kongresszus hozta létre, az Amerikai Kongresszus finanszírozza. Ez most például az amerikai költségvetés húzavonával nem a legegyszerűbb helyzet, de hogy ez eredményezi azt, hogy a magyar viszonyoktól, tehát magyar reklámozóktól, a magyar államtól, és még az olvasóktól is, tehát a magyar előfizetőktől is független tud lenni a Szabad Európa, és ráadásul még szám elvárás sincs, annyiban mondva, hogy mi közszolgálati feladatot látunk el, és közszolgálati média vagyunk, és. Nagyon érdekes, amennyire leszoktatták egyébként a magyar újságírókat is, és a, az olvasókat is arról, hogy mit jelent az, ami a tényleges közszolgálat. Tehát, hogy a, az újságíróban is szerintem kezd elveszni a mindig mindkét félnek, írunk, megkeresük, stb., mert hogy nem szokott értelme lenni. De hogy attól még ezeket a sztenderdeket illene betartani, de szerintem ezekre majd még úgy is kitérünk a következő kérdésekben. Én ugye annyiban vagyok különleges helyzetben, legalábbis most ebbe a körbe, hogy én ugye nem szerkesztőségben dolgozom, tehát én médiakutatóként nézem ezt, a, ezt az egész témát, és nem, nem újságélóként. Ö, akkor, amikor uh, mi jellemzéseket írunk a magyar médiapiacra, és mi szoktunk ilyen felosztásokat csinálni, amúgy egyébként a hétvégén pont ezen dolgoztam, uh, hogy, uh, hogy ugye én független, meg, meg kormánypárti szereplőket azonosítok, meg uh, mindenféle dolgokat számolok, meg vannak persze egyéb kategóriák is. Szóval, hogy én egy nagyon egyszerű uh, uh, képletből szoktam kiindulni ilyenkor, Két dolgot kell megnézni, az egyik a, a tulajdonos, tehát, hogy a tulajdonosnak van-e valamilyen jól azonosítható kapcsolódása a, a magyar politikai erőtérhez, és a másik a finanszírozás, ami praktikusan nálunk nagyon jól láthatóan az állami reklámköltés kérdését jelenti, tehát, hogy vannak olyan tulajdonosok, amelyek vagy akik nem, nem kötődnek nagyon látható módon a, a kormánypárthoz, viszont a, a cégbe ömlik az állami reklámpénz, és akkor, akkor már lehet tudni, hogy ott, ott van valami fajta kitettség. Tehát, hogyha ha tulajdonosi kapcsolódás sincs a, a magyar politikához, illetve a, a, a bevétel is piaci bevétel legyen az, Piaci hirdető, vagy legyen az előfizető, vagy támogató, vagy, vagy bármi, akkor, akkor ki lehet jelenteni, hogy, hogy független. Ha bármelyik sérül, vagy mind a kettő sérül, akkor, akkor ez a függetlenségjelző már, már nem áll meg. És amit én még hozzátennék, mert hogy szerintem, hogyha terminológiáról beszélünk, akkor ez fontos, és ez, ez szokott zavart okozni, például a, amikor az egyetemen diákokkal beszélgetek erről, akkor ez így mindig, mindig, előjön, hogy, hogy keveredik sokak fejében a, a függetlenség és a, a semlegesség kérdése. Tehát, hogy, hogy attól, hogy egy médium független, Attól még a szerkesztőségnek lehet nagyon erősen akár baloldali, akár konzervatív, akár liberális, vagy akármilyen értékrendje. Tehát, hogy a függetlenség az nem azt jelenti, hogy, hogy hogy robotok dolgoznak a szerkesztőségbe, akik nem gondolnak semmiről semmit, és, és nincs, nincs értékrendjük. Ö, nagyon jól azonosíthatók egyébként Magyarországon és baloldali, vagy éppen liberális, vagy éppen konzervatív ö, értékrendű, ám de ö, független szerkesztőségek. Ö, tehát, hogy akkor, amikor, amikor arról beszélünk, hogy ö, hogy független -e egy adott médium, akkor tényleg azt kell nézni, mint most egy kicsit ilyen bonyolultan fogalmaztam meg, de hát arról van szó, amit Dani mondott, hogy... Ö, vagy van-e valami fajta külső nyomás, vagy, a, vagy, az újságírók azt csinálhatják, amit akarnak. Tehát, hogy lehet ezt, ez bonyolultan is megközelíteni, de igazából eléggé pofon egyszerű a dolog. Ja, szóval, hát igazából ezen az abstrakciós szinten én se tudok a függetlenség definícióba más mondani, mint hogy a legjobb tudásom szerint azt, ami igaz, azt mondani és azt írni, és ebben a legjobb tudás szerint és az igazság az mind a kettő, hogy mondjam, milyen operatív szó és egyformán fontos. Anélkül, hogy ezt szóval, hogy ezt bárki, bárkinek az érdekébe tenném, vagy valami ilyesmi. Itt szerintem az a kérdés inkább, hogy ezt elhiszitek-e nekem. Tehát, hogy, mert hogy ugye ez, a, ez itt a probléma szerintem, mutat Dani egy kicsit erre a, hogy mondjam, a globálisabb kontextusára is a dolognak, hogy, hogy az látszik, hogy nagyon sok helyen ö, kikezdődik, olyan helyeken is, ahol a, hogy mondjam, a, az Orbán rendszernél szerencsésebb helyeken is ö, kikezdődik ez a bizalom. Ez hosszú évtizedes tendenciákban látszik, hogy... Hogy a sajtóba vetett bizalom, az csökken. Vannak helyek, ahol szerintem az is megkérdőjelezhető, hogy egyébként a mondjuk a tőke érdekek hogyan torzítanak, tehát az Egyesült Államokban, mit tudom én, a Jeff Bezos tulajdonolt a Washington Post kapcsán felmerül sokszor, vagy ilyen nagy vállalkozók által birtokoltak kapcsán felmerül, hogy bizonyos részrehajlások vannak emiatt felmerül az a kérdés is, hogy nem tudom, a, 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 nyilván a reklámbevét, vagy hogy a reklám mint módszer mennyire tesz jót a hitelességének egy médiumnak, hogy ott van egy tök alapos, minden szempontból szakmailag tökéletes uh, riport, és mellette az az állítás, hogy ez a világ legjobb sajtja, és hogy ezt, ezt biztos-e, hogy, hogy ez így egymás mellett működik. Szóval, hogy szerintem, a, 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 és akkor mi eset vagy hogy mondjam, a mi, mi esetünkben is megfeltelte az a kérdés, hogy ö, mi az, amiért elhiszi az ember, hogy ezt a legjobb tudása szerint, az igazság szolgálatában teszi, és mi az, ami miatt nem hiszi el, és akkor ez már egy, egy, egy másik beszélgetés. De hogy alapvetően a függetlenség definícióhoz ezt, ezt tudom mondani én is, hogy egyetértek. Azt ugye elég nyilvánvaló, hogy az állampolgárok, mielőtt mondjuk elmennek egy választásra, a sajtóból informálódnak a jó, nem csak, most már vannak influencerek is, most nyilván akkor felmerül, hogy a Partizán az sajtóvel, vagy egy YouTube csatorna, de szerintem tekinthetjük annak, talán. És ilyen szempontból ti politikai szereplőnek érzitek a magatokat ennek súlyával együtt, tehát hogy befolyásolhatjátok tulajdonképpen a választókat ilyen szempontból, hogy milyen információkat engedtek át, és milyeneket nem. Mondjuk, vagy ha ez egy nem tetsző formula, akkor hogyan értitek a média, mint politikai szereplőt abban az esetben, hogyha elhatárolódtuk, hogy ti azok lennétek tulajdonképpen? Én nem határolódom el, remélem, hogy politikai szereplő vagyok, és azt szeretném, hogy mindenki politikai szereplő legyen ebben az országban. Mindenki pofázon bele a közös dolgainkba, mindenki próbáljon hatni a többiekre, a politikára. Én is ezt próbálom, nagyon kevés sikerrel. Egyébként, amit a Papsi mondott, ahhoz nekem van egy olyan érzésem, hogy vannak ezek a felmérések, hogy egyre kevésbé bíznak a, kicsit visszakanyarodva, de utána átadom a szót, egyre kevésbé bíznak a sajtóban, a médiában az emberek. A tapasztalatom meg az, hogy közben meg mindenki, akivel találkozom, bármit olvas, azt elhiszi. Tehát, hogy közben meg teljesen mindegy, hogy hol, semmilyen kételkedést nem látok az emberekbe. De ha megkérdezem, hogy hiszel -e a 444-nek, -nén vagy hiszel -e a, a, a azt mondja, hogy nem. De ha elolvas egy cikket, akkor azt elhiszi. Meg bármilyen írás. Tehát, hogy van, van, van egy ilyen furcsa helyzet, hogy ö, hogy úgy általában a médiában nem, de a leírt szóban, a, a képekben, a stb., abban meg valahogy elképesztő bizalom van mégis, hiszen az valahogy le van írva. Ennek nem tudom, hogy, hogy mi az oka, de, de én több kételkedéstnek jobban örülnék, azt akarom mondani, vagy több szkepticizmusnak. Én meg a Danival ellentétben nagyon is nem gondolom magamat politikai szereplőnek, de valószínűleg azért, mert értem, amit a Dani mond, hogyha abban az értelemben értenénk, és a társadalom egészen ezt gondolná, amit a Dani most megfogalmazott, az egy más helyzet lenne. De ma, ha azt mondod, hogy politikai szereplő az újságíró, akkor az agyből azt fogja jelenteni, hogy valamely politikus érdekében, vagy politikai formáció, vagy akár politikai ideológia érdekében dolgozik. Én egy kicsit az ágira is visszatérve, én azt gondolom, hogy nem értéksemleges, de pártsemleges sajtó igenis kell, hogy létezzen, meg létezik. Én alapvetően az old school vonalat képviselem, a, én a baló iskola vagyok, és ráadásul én hírműfajban dolgoztam nagyon-nagyon sokáig, tehát híradósként, ami nagyon másra trenírozza az agyat. Tehát egész egyszerűen én úgy állok hozzá, hogy senkinek semmi köze nincs ahhoz, az olvasónak nincs köze ahhoz, hogy én egyébként magánemberként mit gondolok egyes politikusról, egyes pártról. Ahhoz van, és ahhoz nekem is hozzá kell járulnom, hogy az igazságot azt megpróbáljuk kideríteni, hogy megpróbáljunk rámutatni ellentmondásokra, és az tény és való, ahogy a legelején mondta hogy attól, amilyen politikai kétosztatúságban kezeli a sajtót is a kormány, ebből adódóan, hogyha én a fehérről elmondom, hogy fehér, de a kormány azt feketének hazudja, akkor azonnyomban már egy ellenpolitikai érdeket kiszolgáló újságíró leszek, aki csak azért mondja azt, hogy fehér, mert a soros fizetett érte. Tehát van egy ilyen ö, vonala ennek az egésznek, de ettől függetlenül ö, én azt gondolom, hogy, ö, hogy, vagy én legalábbis a saját munkámban törekszem arra, ö, hogy. A, nem értéksemlegesség, de politika semlegesség tükröződjön arról. Tehát, hogy én ugyanúgy kérdezzem meg Karácsony Gergelyt, és ugyanúgy kérdezzem meg most jól lenne mondani egy kormányzati politikust, aki leül beszélni velem, de, de hogy amennyi, ha és amennyiben, akkor ugyanannyira legyen diszkomfortos mind a két politikusnak az a beszélgetés. Mind a két, no, én nehezen tudnék válaszolni arra a kérdésre, hogy politika, politikai szereplőnek tartom-e magam, vagy hogy befolyásolom-e a politikát. Azt gondolom, hogy nem, de amúgy, ha, ha van esetleg olyan ember, aki valaha ö, egy bármelyik tanulmányom hatására megváltoztatta megváltoztat a politikai preferenciáját, akkor igen, de egyébként nem tudok ki erről. De ami viszont, ami viszont, fontosabb, és itt Dani vagy Dani felvetésére válaszolnék inkább, ugye ez a bizalom kérdése szerintem szuper érdekes, és van egy... Van nekünk egy Európai Uniós projektünk, ennyit a szuverenitásról, ez a HDMO, a Magyar Digitális Média Obszervatórium projekt, és ennek keretében volt egy hírfogyasztás kutatásunk még tavasszal. A mediánnal készítettünk egy országos reprezentatív mintán, és ott feltettük azt a kérdést, amit most kérdeztünk meg először, és nem, mi sem voltunk nagyon biztosak, hogy kijön belőle bármi érdekes, és aztán szuper érdekes eredményt hozott. Az volt a kérdésünk, hogy Ö, szokott -e olyan médiát fogyasztani, amiben egyébként nem bízik. Tehát nem mi határoztuk meg, hogy szerintünk mi a hiteltelen ö, és nem megbízható média, hanem a, a válaszadó saját ö, fejébe lévő ö, képre kérdeztünk rá. És meglepő módon 41% a válaszadók 41%-a azt mondta, hogy igen ami azért egy kicsit fura, mert hogy gyakorlatilag azt mutatja, hogy, hogy egy csomóan olvasnak, vagy néznek olyan dolgokat, amiket amúgy nem tartanak megbízhatónak, és nem nagyon hiszik el a, a tartalmát. És akkor ugye adja magát a kérdést, hogy vajon miért csinál ilyet valaki. És, és aztán nyitott kérdésekben rá is kérdeztünk, az is szuper, szuper érdekes volt, tehát voltak ilyen nagyon hivatalos válaszok, hogy hát természetesen kíváncsi a másik oldal véleményére, meg igyekszik nagyon sokszínűen tájékozolni, stb. És akkor voltak ilyen sokkal őszintébbek, hogy röhögni akar, meg fel akarja magát idegesíteni. Meg... Szóval hogy az, azt hiszem, hogy azért ez egy kicsit közelebb áll a, a valódi viselkedésünkhöz, mint az, hogy most ilyen akadémiai megközelítésbe itt most elkezdjük vizsgálni, hogy, hogy tényleg mit él az egyik, és mit él a másik. És, a, és ennek az egész kérdésnek a, az oka, vagy az ötlete egyébként egy norvég kutatásból jött, és ez is nagyon vicces, hogy a, Szuper egészségesnek tartott uh, Norvégiában jött ki egy ilyen nagyon érdekes kutatási eredmény, hogy, uh, hogy gyakorlatilag azért olvasnak az emberek uh, tőlük nagyon távol álló médiát, mert hogy, hogy nagyon felidegesítik magukat, és akkor gyakorlatilag a saját véleményükbe ez. Uh, erősíti meg őket a legjobban. És ezt egyébként lövészárok hadviselésnek uh, hív, uh, vagy nevezték el a szerzők, ami szerintem egy ilyen szuper, szuper jó dolog, uh, vagy egy ilyen szuper találó uh, kifejezés. Uh, és tényleg az van, hogy, hogy lehet látni szerintem így egy sima, sima Facebook komment uh, uh, folyamba is, hogy, hogy egy Csomó négy-négy olvasó az jár oda, de nem azért, mert elhiszi, vagy komolyan veszi, vagy szereti a négy-négyet, hanem mert oda jár magát felidegesíteni, meg beszólogatni. És amúgy ez egyébként ugyanígy fordítva is megvan. Szóval ö, szerintem itt van egy csomó olyan mechanizmus, amit nem értünk meg ilyen nagyon leegyszerűsítve szoktunk beszélni, persze a polarizált média rendszerről, meg erről arról, de hogy, hogy egyébként milyen motivációk vannak a, 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 a médiafogyasztókban, arról szerintem mind a mai napig nagyon keveset tudunk. Szóval még van egy csomó kutatnivaló. hogy igen, szóval szerintem is az én fejemben is megvan ez a distinció, amit itt a Dani meg a Rita mondtak, hogy hát politikai, de nem pártpolitikai, tehát hogy abban az értelemben, hogy közügyekről beszélünk, és ö, ö, ebben az értelemben igen, abszolút. A másik dolog szerintem, hogy azért azt a kérdést fel kell tenni, és meg kell válaszolni, és mégis válaszolom, <gül> bocsánat, <gül> hogy, ö, hogy gyakorol-e hatalmat a média? És akkor, ha ezt erre a válaszom nekem igen, mert azt gondolom, hogy azon túl, hogy az igazság keresését szolgálja a tudomány mellett meg sok más terü mező van még, amelyik szintén az igazságot keresi más módszerekkel, más, hozzáférhetőséggel, más belépési küszöbbel, de hogy emellett a média az elsődleges terepe annak, ahogy a társadalom elmeséli saját magát, saját magának. Tehát az, hogy rögzíti, hogy mik a saját problémái, mi a saját története, mi a saját, nem tudom én, ö ö ö eredete és itt egy csomó minden, az a médián keresztül meséli el a társadalom saját magának. És akkor ezen a ponton az, hogy ezt milyen fogalmakkal, milyen probléma érzékeléssel kik Kik milyen társadalmi csoportok nézőpontjából, milyen társadalmi csoportok nézőpontjával azonosulva, és így tovább meséli el, az mind számít, és ebben az értelemben, tehát hatalmat is gyakorol, és ebben az értelemben politika is, mert hogy ezek mindig ilyen egymással való, hogy mondjam, konfliktusban, összeütközésben, és így tovább a különböző önnarratívák, azok így ütköznek, és, és, és Alapvetően azt szokott nyerni, amelyiknek, amelyik meggyőzőbb, amelyik mögött többen, többen vannak. Tehát, hogy ilyen értelemben is azt gondolom, hogy politikai, és itt egy kicsit az is van, hogy szerintem nagyon számít az, hogy milyen uh, kontextusokban dolgozunk. Tehát, hogy én, amikor uh, újság vagy média a munkára adtam a fejem, akkor elsődlegesen az a, én, én egy ilyen 90-ben született ember vagyok, szóval ez a történelem vége korában nőttem fel gyakorlatilag, és engem az ö, alapvetően, ö, hogy mondjam, megrémisztett, nem értettem egyet vele, hogy ebben a, nem tudom én, 20 évben, 90-től 2008-ig milyen durván beszűkült a politikai képzelet, a gondolkodás, és itt tovább ez a az, amit Tényleg a minden kérdésre csak egyféle válasz van. A helyes, technokrata, nem tudom, milyen válasz, és vitázni nem lehet, mert hogy amikor élből megvan, hogy mi a válasz, akkor, akkor fölösleges vitázni, akkor csak megbélyegezni tudjuk a másikat. Ö, 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 zagyvaságokat beszél, hülyességeket beszél, és így tovább, mit tudom én, mi. És nekem ez volt a, a felismerésem uh, Romániában is, ahol elkezdtem dolgozni, és Magyarországon is, hogy itt egy nagyon beszűkült valami van, ahol az már önmagában egy fontos feladat, hogy megpróbáljuk tágítani a, a legitim vita kereteit, azt megpróbáljuk kitágítani, mert szerintem a, egy egészséges társadalomnak, amelyik demokratikus akar lenni, annak jót tesz egyébként, hogyha ö, képes megvitatni a saját ö, bajait, ö, és nem azt mondja élből, ex katedra kijelenti, hogy ez a helyes mód, és mindenki más hülye és hogy nekem ez volt a felnőve, ez volt a tapasztalatom, és ez nyilván egy teljesen más tapasztalat ahhoz képest, aki nem tudom én mondjuk a a, tudom én, a, 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 a szocializmusban nőtt fel, vagy teljesen más már látom én is, hogy azok a generációk, akik már a 2008 után egy, egy, egy tök más világban nőttek fel, csak hogy mondom, hogy, hogy ilyen értemben is én sokkal politikaiban tekintek magamra, mert azt gondolom, hogy a, ezt a fajta legitim uh, vitatérnek a tágítása az én meggyőződésem szerint balra, mert ott van hiány, uh, és mert azt gondolom, hogy az a helyes a világnak, de mindegy. Uh, ezt, ezt tágítom, de ez mindig összeütközésben másokkal, csak hogy, hogy ezt akartam így a politikai szereplőség kapcsán mondani. Erre egy kicsit, hagy reagáljak leginkább arra a részére, hogy magára a politikára, vagy a politikusokra hogyhat vissza az újságírás, és nyilván ilyen szempontból alakítjuk és formáljuk, de szerintem ez is nagyon sokat változott. Tehát mondjuk a mondjuk ennek a körnek, és akkor mondjuk hozom a partizánt példának, biztos, hogy volt a marci kérdésének az MZP-hez a háború kapcsán hatása a politikára. De ez nem egyrészt én azt gondolom, hogy az a normális, hogyha az újságíró felteszi ezt a kérdést, és nem azzal foglalkozik, miközben felteszi a kérdést, hogy ennek milyen hatása lesz, mert az a politikusok dolga, hogy ezt aztán hogy kezeli, és a társadalom dolga, hogy egyébként meg hogy fogadja be. Ez az egyik. De a másik, hogy azért ez a kör is nagyon leszűkült, mert hogyha belegondolunk abba, hogy Schmidt-Pál, bele tudott bukni abba, hogy a HVG megírt egy cikket arról, hogy plagizált a, a szakdolgozatát, és végig gondoljuk, hogy azóta hova jutottunk el, és egyébként fideszes politikusok is talán még nyilvánosan is elmondták azt, hogy ma már ebben nem bukna bele Schmidt-Pál. És hogy mondjuk az egyik legrosszabb döntésének tartja az Orbán, hogy akkor elengedt, hogy ma már kontroll alatt tartja annyira a médiát, hogy meg tudja oldani azt a helyzetet, hogy még egy ilyenből is e, valami olyan szabadságharcos e, narratívát hozzon létre, ami aztán megmenti sőt, még akár fel is emeli e, Schmidt párt. Tehát csak azt akarom mondani, hogy és itt hogy behoztad a 2008 szóval, hogy annyira más e, dimenziók, ba szocializálódtunk bele, és én azt látom, hogy mivel most már 13 év eltelt a ner ezért nem is egy, hanem két újságíró generáció szocializálódik bele ebbe, és fogalma sincs, hogy 2010 előtt hogy működött a parlamenti munka, hogy lehetett kérdéseket feltenni, milyen háttérbeszélgetések voltak egyébként az Orbánnal negyedévente a talpas újságíróknak. Szóval, hogy Egészen, egészen más dimenziójú e, környezet vett minket körül, és ezért egészen más hatása is volt a médiának. Szerintem most leginkább az ellenzéki e, hatása az még mindig nagyobb, mert körülbelül ugyanabban szocializálódtak, vagy úgy maradtak, ahogy volt 2010 előtt az egész médiatér. E, viszont mondjuk a Fidesz szavazói, azok beleszocializálódtak már abba e, a kormány által irányított médiatérbe, hogy majd akkor döntik el, hogy annak milyen hatása van, ha egyébként megmondták nekik, hogy hogy döntsék el, hogy ennek milyen hatása van. Ö, hogyha ezt még tovább fűzhetem, az, amit a szilárd elkezdett mondani, hogy ö, mi a médiának és a hatalomnak a, a viszonya, hogy hatalmat képvisele ö, valamennyire, valamilyen módon a média, anélkül, hogy megválasztanák tehát mennyire egy demokratikus intézmény. És nagyon érdekes, amit a Rita mondott, hogy ez a, a média egyik szempontjából vizsgálta, hogy milyen, mennyire tud kontroll gyakorolni a hatalomra, akár a politikai hatalomra, akár a gazdasági hatalomra, bármilyen más hatalomra. De ugye van egy másik funkciója is a médiának, és ez hatalmi kérdésből még problematikusabb Magyarországon, hogy kinek van nyilvánossága Magyarországon. Yeah. És ebből a szempontból még talán deficitesebbek vagyunk. Tehát az, hogy, hogy a mi lehet tudni, hiszen ott vannak az előfizetőink, meg az olvasótávunk elég jól mérhető, hogy kiknek írunk, kik érdeklődnek, kiknek a problémáit fogalmaz. Bicikliseknek, ugye, a problémáit. Meg. Tehát tényleg mondhatok olyan köröket, amik, hát nyilván amire rálátásunk van. És, és közben az ország jelentős része nem rendelkezik nyilvánossággal. És ez egyre jobban szűkül. Tehát, hogy hogy, igen, van egy nagyon, van egy nagyon súlyos kontrolldeficit, tehát nem tudunk hatni a, nem tud hatni a média a politikára, és ezt azt mondja ez a hatalom, hogy ez így van rendben, mert nem vagytok megválasztva. Szerintem nincs így rendben, mert, 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 mert ez nonsens, hogy csak az szólhasson bele a közös ügyeinkbe, akit megválasztanak. De nagyobb probléma, és akkor most a legegyszerűbb, ugye, hogy hogy szűnt meg a kistérségi újságírás, és hogy írnak nekünk Miskolcon, hogy kátyús az út. Vagy hogy elvették a cégét, vagy hogy, vagy, hogy, betör, vagy, hogy lakásmaffia van Miskolcon. Hát hetente kapunk, nem tudom, ilyen. Miért nem foglalkozunk azzal, ami Kazincz van, miért nem foglalkozunk azzal, ami székelyudvar helyen van, stb. stb. Ezek és hát az látszik, hogy, hogy vannak ilyen milliók, akik kétségbe szeretnének nyilvánossághoz, magyarul hatalomhoz, magyarul a saját ügyeik elmeséléséhez vagy képviseletéhez jutni, és ez szűkül brutálisan. Ez szűkül kerület szintre, hogy úgy mondjam. Tehát az, az hogy én a Ferencvárosiakat képviselem éveken keresztül, és foglalkozom az ügyeinkkel, mert odajáratom a gyerekeimet óvodába, mert odajáratom a gyerekeimet iskolába. Ez tulajdonképpen bizonyos szempontból nonsens, de hát ebben a rendszerben azt látom, hogy csak a mikrokörnyezetemben tudok hatást elérni, és közben azt tudom írni a Miskolci lakásmafiáról, hogy figyelj, esély nincs, ne haragudj, ez, valami helyi sajtót, valami helyi nyilvánosságot, valamit kéne találnatok, indítsatok saját YouTube csatornát, nem tudom, hogy hogy, de nem tudom, ő, tehát a mi Margit körúton lévő 30 fős szerkesztőségünk biztos, hogy ezt nem tudja ezt a feladatot ellátni. És akkor most a közmédiáról nem is beszéltünk, csak arról, hogy, hogy hogyan szűkül ez a tér. Bocsánat, most már azt hiszem, hogy kicsit eltértünk az eredeti kérdésektől. Nem tudom, hogy jó vagy, vagy rossz hír innen a magyar nyomorból nézve, hogy, hogy azért ez nem magyar probléma. Van most egy másik Európai Uniós projektünk, ahol a, az úgynevezett hírsivatagokat, helyi hír kell azonosítani, és ugyanaz a munkafolyik folyik Európa összes, vagy az Európai Unió összes országában, és, és tehát teljesen látszódik. Nyilván még, még nem látjuk mi se a végleges eredményeket, de a, az ilyen projekt megbeszélésekből látszódik, hogy teljesen ugyanazok a típusú problémák vannak mindenhol. Nyilván nem ugyanazon a szinten. Meg, meg persze van egy-két kivétel, tehát hogy legtöbb problémás kérdésnél a luxemburgi kolléga mindig csak így hümmög, hogy náluk ez nem annyira értelmezhető. De hogy de egyébként... Tehát látszódik, hogy, hogy mindenhol ezzel küzdenek, mindenhol szűkül be a helyi nyilvánosság. Valószínűleg ez nem független egyébként a, a közösségi médiától, tehát hogy a helyi párbeszéd, meg a helyi nyilvánosság. Ö, ö, meg a helyi közélet gyakorlatilag átment a, a Facebookra és más közösségi oldalakra, viszont az már nem tudja betölteni azt a szerepet, amit régen a helyi média, meg a helyi újságírók betöltöttek. Szóval, hogy, hogy sajnos, azt gondolom, hogy sajnos, de hogy ez egyáltalán nem magyar probléma, és azért sajnos, mert hogy ez azt jelenti, hogy Ö, hogy ezt nem fogja megoldani egy valamifajta politikai váltás, vagy egy ilyen médiapolitikai fordulat, tehát, hogy itt sokkal mélyebb struktúrális problémák vannak ö, ezen a területen. Bocs, csak gyorsan átfordítanám egyértelműen optimistába, amit az Ági mondott, hogy, hogy, és hogy nem csak, hogy nem magyar sajátosság, hanem nem a 2023 sajátossága, hanem hogyha megnézzük a sajtó történetét, akkor ez ilyen, ilyen Egymás után következő küzdelmek abban az értelemben, hogy kapjanak hangot azok is, akiknek nincs hangjuk. Tehát, hogyha megnézzük, hogy csak a nem tudom, Magyarországon a, 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 az egyik legrégebbi lapunk, a népszava az azért jött létre, mert hogy alapvetően azt érezte a magyar szervezet munkásság, hogy az ő szempont, hogy a, a polgári arisztokrata lapokban ők csak mint ígyen élő, mosdatlan naplopók jelennek meg, és hogy adott esetben lehet, hogy a 8 órás munkanapér, vagy a nem tudom, az általános választójogért folytatott küzdelmük, az nem csak így keretezhető, hanem esetleg valahogy máshogy is, és szóval, hogy ez, ez, mindig egy ilyen küzdelem arra, hogy, hogy tágul, és néha van, amikor szűkül, igen, szóval, hogy ennek van egy ilyen hullámzása, de hogy ez mindig ilyen, ilyen értemben társadalmi és politikai küzdelem eredménye, hogyha tágul. Még egyet az... kiegészíthetem? Vagy már nagyon? Jó, 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 jó. jó. Csak hogy ne legyünk mégse annyira pozitívak majd. Azért. Csak hogy nem csak a, a és ez viszont meg visszavezet oda, hogy milyen hatásunk van még. Ez pedig az információszűkülés. Tehát szerintem a én, hogyha külföldi újságírók megkérdezik, hogy miért mi a baj a magyar médiatérrel, vagy miért ne lenne sajtószabadság, hiszen itt ülünk, hiszen elmondhatjuk, hiszen megírhatjuk, akkor azért mindig azt mondom, hogy egészen más ma hozzájutni egy információhoz, mint volt akár 5, 10 vagy 15 évvel ezelőtt. Tehát az, hogy konkrétan nem, hogy elutasítják a megkereséseket, hanem nem érkeznek válaszok. Tehát, hogy, ö, nem tudom, talán ti voltatok, akik minden héten ö, írtatok a gulyáséknak, de lehet, hogy nem. De mi is így vagyunk, hogy minden egyes alkalommal bejelentkezünk a kormányszóvivőire, ahova be sem mehetünk. Tehát, hogy ez az is egy ilyen, mindenki hozzáfér, meg hetente fel lehet ott tenni, fel lehet tenni x darab újságírónak a kérdéseit. Az Orbán éves egyre szintén nem mehetünk be, nem. Egyszer voltunk, az Orbánra bemehetünk, de nem kérdezhettünk, tehát végül is. De hogy és a legjobb verzió az általában az, hogyha átküldenek mondjuk egy Facebook linket, hogy ez mondjuk a Varga Juditnak volt rendszeresen ez a technikája, hogyha az igazságügyi minisztériumnak feltettünk tételesen kérdéseket, akkor érkezett egy e-mail, hogy miniszter asszony válaszát ebben a Facebook videóban találja. És tehát, hogy ez, a, ez az inform, és az, hogy. hogy csak közadatigényléssel lehet érdemi információhoz hozzájutni. Sőt, a közadatigénylést is nagyon sokszor még bíróságig kell elvinni, hogy egyáltalán megkap. Ez egyrészt kell a, a magának a médiumnak is egy olyan anyagi, időbeli, stb. ráfordítása, hogy mondjuk beleférjen az a luxus, hogy egy újságíró az akár egy-másfél-két évig foglalkozik egy témával, mert onnantól, hogy megírta az első levelét a minisztériumnak, odáig, hogy a bíróságtól kiperelte az adatokat, lehet, hogy másfél-két év telik el. Tehát, hogy szerintem a, a legsúlyosabb probléma az, az, az valahol itt van, hogy egész egyszerűen, és, és az informális kapcsolatok is szerintem szép lassan megszűntek nem szakítom meg az egymásra reagálás folyamatát, ez nem olyan kérdés lesz szerintem, de hogy ezek szerint valamennyire, ha 13 év, most eltekintve amit a, attól, amit az Ági mondott, hogy ez Európa szerte így vagy világ szerte, de 13 éve ugyanaz a miniszterelnök, a kormányai mindig azért kicsit különböznek, de hogy nem szükségszerű, emiatt, hogy tulajdonképpen, ha nem is akartok ti, mint újságírók, vagy nem is akarnak ők, mint újságírók, ezt neked címzem, ellenzéki újságírók lenni, de hogy belekényszerültök ilyen szerepbe, akár úgy, hogy maga a hatalom úgy tekint rátok, mint hogy az ellenzékük vagytok, akár úgy, hogy a kommentelők szeretnek oda járni és felháborodni a 444 Facebook oldalán. Hát én azért továbbra se szeretem az ellenzéki újságíró, meg az ellenzéki újság. Tudom, hogy ez, és nem azért, mert Fú. Szóval, hogy inkább akkor ö, ö, nem is a média oldaláról, hanem egy ilyen személyes oldalról közelítem meg ezt a dolgot. Szóval, hogy akkor, amikor mi 2010-ben kormányváltás volt, és rögtön tulajdonképpen én akkor indexes voltam. És rögtön ö, egy. Ö, azon kívül, hogy átalakul, elkezdett átalakulni az ország, ö, rögtön lehetett tudni, hogy belül, az újságon belül elindult egy változás, és hogy támadás alatt vagyunk. Tehát, hogy az volt, hogy ha nem így ö, változtatjuk meg a szerződéseket, akkor jön simicska. Hogyha ez, ez, a blog kikerül, akkor jön simicska. Ö, tehát, hogy tulajdonképpen ilyen démoklészkagy, vagy nem tudom, ilyen sarokbaszorítás. Tehát folyamatosan azt éreztük, hogy azt, amit csinálunk, ami fontos, azért az index akkor tulajdonképpen talán a legfont, egyik legfontosabb, vagy a leg, egyik legfontosabb médium volt az országban. Elképesztő elérése volt. Ez az, amit azért nulláról hoztak össze az új Péterék, internettó, tényleg pár emberest. Tehát, hogy ez egy magyar sikertörténet volt. E, e mögött nem a Matáv, meg a Telekom állt. Ö, jó, utána megvette a Wallis, utána megvette a Spéder, de azok már azért vették meg, pont azért, mert ez egy erős hatalmi kártya volt. Ö, tehát azt akarom mondani, hogy amikor létrehozol egy ilyen csodat, számodra csoda történetet, létrehozol egy olyan közösséget, egy olvasói közösséget, ami nagyon sok százezer emberből áll, létrehozol egy, egy hangulatot, egy világot. Azok, akik itt vannak, már sokszor részt vettek ilyen dologban, és elkezdik elvenni tőled, azután önmagá, tehát ez önmagában az, hogy támadás alatt vagy, és védekező pozícióba vagy, ez nagyon erősen befolyásolja a te attól kezdve a munkádat, vagy az újságírói tevékenységet, hiszen a létedért küzdesz. És ez ez utána még az indexnél nagyon sokáig megmaradt, mert hogy ugye a Simicska ugyan jött, de mint kiderült, utána pont ugye ezt a történetet sokan tudják, hogy utána véletlenek és mindenféle belső mafia háború következtében még életben volt az index, de folyamatosan támadása alatt volt, és folyamatosan el. Na, szóval, hogyha majd a partizán megtudja, hogy milyen ez, amikor jön a hatalom, és elveszik tőle, vagy a kutyapárt megtudja, hogy elveszik a pártodat, akkor utána nagyon máshogy fogtok politizálni, és nagyon máshogy fogtok médiát készíteni, akármennyire is mondjátok magatoknak, hogy hogyan kéne. De egyébként az index... És akkor ezt a példát szoktam felhozni, amikor 2006-ban rendőri túlkapások voltak az utcán, és elképesztő dolgok történtek, azt nem a magyar nemzet tárta föl, nem a hanem a Bodoki és az Index, és a, és a Barakonyi Szabolcs, és a többiek az Indexnél. És a Gulyás Gergely az Index könyvével ment ki Brüsszelbe, és, és a Bodokival, és mutatta, hogy ez történik Magyarországon, ez, ez a gyurcsányi terror. Ö, nem ők tárták föl, és ezt már, ö, de mondhatom azt, az én első anyagom, ami az Indexen megjelent, annak az volt a címe, hogy Gyurcsány bácsi takarodj. És ö, ö, most megnézném azt a Kesma médiát, amin megjelenhet az a cím, hogy Orbán bácsi takarodj, valakinek az első anyagaként. Szóval hogy azt akarom mondani, hogy ö, ö, hát mi... Kritikusan állunk mindig a saját ö, ö, körülöttünk lévő világhoz, és mi olyan média feladatot tűztünk ki magunk elé, hogy ö, hogy, hogy a, alapvetően a problémákra mutatunk rá. Nyilván nem elég széles körül mutatunk rá a problémákra, de valóban nem egy lelkendező újság vagyunk, mi azt érezzük feladatunknak, hogy hibákra, problémákra általunk. Javítandó dolgokra mutassunk rá, és ez így volt Gyurcsány alatt is, és, és, és így volt Orbán alatt is. Ha hiszik, ha nem. Ja, itt megint abba a problémába ütközünk, hogy, hogy a nyelvünket is átalakította ez az elmúlt 13 év, mert hogy egyébként szerintem régen tök egyszerűen lehetett azt mondani, hogy a jó újságíró az minden kormány alatt ellenzéki újságíró, mert az annyit jelent, hogy egy olyan állásból teszed fel a kérdéseket, hogy nem fogadod el abszolút igazságnak, amit a hatalom tesz, hanem minden egyes alkalommal kérdezel, szembesített, feltársz. De hogy ma már és akkor itt jön, hogy tényleg, hogy, hogy mit, hogy alakította át a szavainkat, mivel az egész politikai Orbánon kívüli párt tömböt ellenzéknek hívjuk, így, hogy ellenzék, ezért azon nyomban, aki ellenzéki újságíró, az ennek a több pártból álló párt család valaminek lesz a, az újságírója. Igen, az össze, igen, összefogás újságíró. E, amit Nyilván egyébként ugyanúgy, ahogy a másik szóval, hogy nem akarja magára venni az újságíró. De hogyha az eredeti szó jelentését keresnénk, akkor meg ezzel nem lenne probléma, sőt, valahol így kellene eh, hozzáállni. És az az érdekes, és akkor én is hozok régebbi példákat, eh, hogy tényleg 10 előtt, ez szerintem én például 2006 és 2009 között a tényekbe, TV2 tényekbe dolgoztam, az még a bárdosféle tények volt. Ugyanúgy, ahogy a ti is. <laughs> ez egy hosszú történet, ez, ez majd máskor beszéljük meg, de nem, az, az még mindegy, <gül> <Most> <gül> semmi baj. <laughs> <laughs> Nem, nem belsős poén, csak a, 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 akkor már teszek egy lábjegyzetet, hogy érthető legyen. Ugye, a, aki akkor a hivatalosan lektor volt Gábor László, az ma az Origo főszerkesztője, és ezért. E, igen, ő egy érdekes metamorfózison ment keresztül. E, de, hogy amit mondani akarok, hogy 2006-ban ugyanúgy a, a, a tények, az még ott volt az összes Gyurcsány ellenes tüntetésen, mindenhonnan élő kapcsolásban beszámolt. Egyébként én a Bodokival és az azokkal az áldozatokkal forgattam tények riportot. Miközben a hetes buszon azt kaptam, hogy a Bárdossal egy biton fogsz lógni. E, tehát, hogy másként, annyira másként, tehát, hogy annyira nem volt az, hogy csak a, akkor a Gyurcsány vagy a Lendva, vagy Ildikó, vagy nem tudom én, ki letelefonál a Bárdosnak, hogy ezzel ne foglalkozzatok, vagy ma ez, ha visszafordítjuk, akkor nem nagyon tudom elképzelni, hogy a mai tényekben mondjuk egy Orbán ellenes tüntetés az objektív módon lenne bemutatva, megszólaltatva mind a két fél, és eljutnánk oda, hogy, hogy kvázi ellenzéki szemszögből dolgozzák föl. De hát a szavaink azok, szerintem erre sokszor még vissza fogunk térni, az átalakította ezt is. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az az, hogy, szóval, hogy akkor, amikor nagyon, nagyon erős hatalmi koncentráció van egy országban, és hát most már 13 éve, és, és egy nagyon jól megfogható politikai, üzleti körkezében van a kasszakulcs, akkor nyilvánvaló, hogy a, a valódi nyomozások, a valódi le, leleplezések, azok, azok abba az irányba mennek, hiszen ö, tehát a többiek nem tudnak ö, annyit lopni, és nem feltétlenül azért, mert mindenki szent, hanem azért, mert nem férnek hozzá a kasszakulcshoz. Tehát, hogy, hogy ez önmagában ö, nagyon sok mindent meghatároz, szerintem, és és egyébként valószínűleg ez, ez egy ilyen folyamatos problémát jelent az újságíróknak, legalábbis azt sejtem, hogy... Ö, hogy, hogy azért nehéz ö, kiegyensúlyozottabbnak lenni, mert hogy, ö, hogy a politikai erőtér annyira elbillent, hogy hogy nem lehet ugyanolyan mennyiségű sztorit találni a, a két oldalról. Ö, de, és ez a másik dolog, amit, ö, amit mondani szeretnék, hogy hogy azért a jó újságíró az, az, azért mégiscsak talál sztorikat. És hogyha mondjuk nézzük a, a, a jelenlegi legnagyobb legitimitású választott politikust, ugye a főpolgármester Karácsony Gergelyt, Ugye ott van két ö, sztori így az elmúlt évekből, az egyiket pont Dani tárta fel, még az egykori ö, zuglói polgármesteri ö, parkolásos sztori, annak azért ugye volt egy olyan leágazása, ami a, a főpolgármesternek, vagy hát az akkori zuglói polgármesternek Karácsony Gergelynek nem volt egy olyan nagyon, nagyon jó színbe feltüntető története, de ugye Dani ö, beletette a filmjébe. Meg ott van egy másik sztori, ez a pártfinanszírozásos történet, ami honnan indult? A 24.hu-ból. Tehát, és ott, ott, Nagy Gergely Miklós volt az, aki először rátalált arra, hogy, hogy ez a, ezzel a történettel valami nem stimmel. Tehát, hogy, hogy még amikor lehet is találni valamit, ami a, az ellenzéki pártok térfelén felén ö, problémás, Vicces módon, azt se a propaganda találja meg, hanem azok, a, azok az újságírók, akiket egyébként mások ellenzéki újságírónak titulálnak, és egyébként meg Karácsony Gergelyel kapcsolatban mit talált a propaganda média? Hát egyszer sikerült egy, egy ilyen paródiába fulladó M1-es biciklis interjút csinálni vele, meg egyszer sikerült elhúzni egy, egy ilyen orosz típusú teljesen, teljesen zűrös történetet, ugye itt a Városhágy. Városháza eladása, típusú, tényleg teljesen abszurd, abszurd Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen egy ilyen nagyon megfogható különbség van az újságírói teljesítményben, illetve az egyik oldalon van egy ilyen létező újságírói teljesítmény, a másik oldalon meg nem tudom, hogy milyen mozit néznek, de, de még akkor sem tudnak valódi teljesítményt felmutatni, amikor egyébként lehet, hogy, hogy valamit találhatnának, de egész egyszerűen tehát a, most már eljutottunk a nek, hogy a közmédiában nem tudnak egy, egy interjút megcsinálni egy ellenzéki politikussal, mert amúgy nem is gyakorolják ezt a műfajt. Tehát, hogy, és ő, az első Igen, és, az is egy, az is egy jó, jó példa. Tehát, hogy hogy ö, hogy azt gondolom, hogy így nem is, nem is nagyon tudnák ö, már végezni azt a nagyon klasszikus újságírói munkát, amit egyébként papíron végezniük kéne. Hiába van ott pénz, paripa, fegyver és súlyos milliárdok, ö, egyszerűen kiveszett az a képesség, hogy ö, hogy valódi újságírók illetve, működjenek. Bocsánat, csak egy lábjegyzet, hogy a mostani általuk gründolt újságíró akadémiákon ezt, tehát, hogy konkrétan ugyanazt tanulják, mint a megafon képzéseken, tehát, hogy abból meg nem lesz más. Hogy ö, szóval nem gondolom azt, hogy szükségszerűen ellenzéki, és hogy ö, nyilván, amit mondtatok mindannyian, hogy hát igen, a valamilyen módon kritikus a fennállóval most nagyon tágan értelmezve, tehát, hogy kritikus azzal, hogy nem tudom, éhesek a gyerekek valahol, mert éheznek. Vagy szóval, hogy ilyen dolgokkal, vagy a kormányjal, vagy a mit tudom én mi, ö, és hogy ebben, ebben nincs az, hogy, hogy ö, csak a kormányjal és az ellenzékkel nem, vagy a mit tudom én mi, tehát hogy ez, ez, ez alap. De hogy ö, ugye onnan szoktuk ezt megfogni, hogy ez a kifejezés, hogy ellenzéki a médiára használva dehonestáló, és hát Magyarországon ezzel a célral használják, hogy dehonestálják a médiát, tehát hogy ezen most itt nincs mit, de hogy egy kicsit pont az ellenkező irányból fognál fel, hogy szerintem az ellenzék és az ellenzékiség fogalmával is dehonestáló, hogyha a médiára, a médiára mondjuk, hogy ő az ellenzék, mert hogy Irreális, hogy ez egy hazugság abban az értem, hogy irreális elvárás. Tehát, amikor azt mondom, hogy ellenzék, akkor arra gondolok jó esetben, hogy az egy ö, népi felhatalmazással rendelkező alternatíva, amely képes mozgósítani embereket arra, hogy, vagy képes ellenhatalmat építeni, és egy adott ponton, adott esetben ö, ö, Átvenni a hatalmat, és azt gyakorolni a megígértek, a, a, a népnek megígértek szerint. Na most, a média erre nem alkalmas, nem ez a feladata. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem az van így a, 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 az ellenzéki nyilvánosságban itthon, hogy hogy belelátják azt, hogy nem tudom, majd a Partizán megdönti, vagy majd a 444, vagy a Szabad Európa megdönti a, a rendszert. És hogy ez szerintem egy önállítás, ezt egyébként a média magáról nem is szokta projektálni, vagy mi erre mi próbálunk figyelni, hogy ne, de hogy hogy... Ettől ez létezik, és hogy szerintem ö, azt érdemes így menni az utcán, és így ismerőseknek és mindenkinek mondani, hogy a, a változás az amúgy nem abból lesz, hogy hogy majd ö, írunk egy veretes cikket, vagy csinálunk egy hú de jó videót, ö, hanem az ellenhatalom építéséből, az önszerveződésből. Példát mondanék, ugyan most két hete csináltam egy Karácsony Gergely interjút, ahol beszélt többek közt a Ládikáról is, meg arról is, hogy hát sokan nekem azt mondták, hogy igazából neki elég, vagy a Fidesznek a karácsony elég kényelmes, mert hogy olyan nagyon nagy érdeksérelmet a Fideszes gazdasági köröknek nem okozott. És én ezt megkérdeztem tőle, amire azt mondta, hogy igen, nem okozott, és neki nem is dolga okozni, mert hogyha ők adják a legjobb ajánlatot, akkor ők fognak nyerni, és a többi. És egy barátom egyébként rám írt, hogy neked ezzel mi volt a célod. Hát, hogy ez nem szolgálja az érdekünket. És akkor, és akkor ezekkel a, ezek azok a mondatok, amik. Én értem, hogyha egy nem újságíró, civil valahogy úgy érzi, hogy hát ez, ő szeretne oda szavazni, de érzi, hogy ez kellemetlen, és akkor inkább nem lehetne -e ezt a szőnyeg alá söpörni, de hogy, és akkor itt van, amit te is mondtál, Ági, hogy egyébként meg, és akkor itt jön elő az, hogy mit jelent a független, mit jelent akkor az ellenzéki, hogy ezeket a kérdéseket nem, azzal a céllel teszed, vagy nem teszed fel, hogy most ő ott azonnal belebukik, és majd holnap, nem tudom én, tehát nem ezzel teszed fel, hanem azzal a szándékkal teszed fel, hogy ott ül veled szemben egy hatalommal rendelkező politikus, akinek kell tudnia válaszolni ezekre a kérdésekre, és neked teljesen függetlenül attól, hogy és itt jön akkor elő az, hogy mennyire vagyunk mi magunk, szóval nincs köze az olvasónak, hogy én egyébként mit gondolok az ő válaszáról, hogy én egyébként mit gondolok uh, arról, hogy a fideszes gazdasági körök vannak, vagy nincsenek, kell-e valamit tenni, vagy se. Erre neki, a főpolgármesternek kell válaszolnia. És ezt csak azért mondom, hogy nagyon sokszor egyébként a közeg, uh, és ebből szerintem mi még egy kicsit uh, jobb helyzetben vagyunk, de mondjuk amikor az ATV-nél dolgoztam, akkor nagyon is éreztem, hogy a, a nézői elvárás az, az hogy kezdi befolyásolni a kollégákat. Tehát, hogy eleve, és azért merem ezt mondani, hogy a kollégákat, mert az elején mondtam, hogy amikor éreztem, hogy valami nem komfortos, akkor én mindig felálltam. De hogy, hogy ez egyszerűen átalakítja az újságírót is annyira, hogy Hát azért mégiscsak ők néznek, vagy ők finanszíroznak, vagy ők kommentelnek, vagy ők simogatnak meg a Pozsonyi úton. Hogy ez, ez, ez egy létező dolog, és ez át is alakítja az újságírói hozzáállást. Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez azért egy az, hogy mi az újságíró szerepe a hatalommal szemben, ezt nem tudjuk most leszögezni és lefixálni, mert ez egy, ez egy nagyon képlékeny dolog. Szerintem más fehér Oroszországban újságírónak lenni, és, és, azt gondolom, hogyha, hogy, hogy létezhetnek olyan helyzetek, nem tudom, hogy már hol volt egy, egy szlovák újságíróval interjú, vagy a Partizánon, vagy nálunk, vagy, vagy, de hogy mert videós interjú volt, de az a lényeg, hogy arról beszélt, hogy meccsiár alatt azért más volt ő szlovák újságírónak lenni, és más feladat, má, más éreztek, hogy más a feladatuk. Tehát amikor a szabadság olyan mértékig van korlátozva, amikor elkezdik a többi újságírót mondjuk bebörtönözni, vagy lelőni, akkor igenis megváltozhat egy újságírónak a szerepe. És egyébként abban, hogy, hogy most milyen országban élünk, és mindenki keresi azt, hogy hol tud hatni, ez folyamatos szerepváltásokra kényszerít minket. Tehát mondhatja Rita, hogy ő ragaszkodik a klasszikus újságírói szerephez, de ahhoz, hogy hatni tudjál, ahhoz, hogy még tudj bele tudjál szólni a dolgokba, ahhoz Magyarországon folyamatosan egy ilyen aműbaszerű mozgást kell végezni, és a kutyapártnak például át kell mennie a újságíróba, és el kell kezdeni a 12. kerületbe feltárni dolgokat. Vagy, vagy hatháziákos, vagy, vagy mert úgy érzi, hogy ott tudhatni. Nem biztos, hogy ez lenne a szerepe, mert lehet, hogy képviselnie kéne lehet, hogy a parlamentben kéne valamit csinálni, lehet, hogy, ö, le, tehát, hogy lehet, hogy nem. De azt érzi a 12. kerületben valami miatt, hogy ott van még egy rés. Ott még tudok valamit hatni, ott még tudok valamit. És, és az újságíró is így működik sokszor, hogy keresi, hogy hol tud értelmet találni a munkájának, hol vannak még szabad területek, amiben be tud nyomulni, és így azért, mert egyszerűen olyan kicsi az a kordon a parlamentben már, ahonnan kérdezhet, hogy próbálsz helyeket találni, most így két szimbolikusan, vagy képletesen értve, ahol még tudsz kérdezni, ahogy még tudsz kérdezni. Ha be kell dobni a mikrofont, és akkor utána jön, hogyha már nem a mikrofont dobod, hanem a, nem, szóval ezt már nem is folytatom, mert egy szampajt lesz belőle. De, amúgy az ez egy Yeti videó volt. <sínt> ja, <sínt> jó. <sínt> ha még erre szeretnétek, nyugodtan mondjatok, hogy van. Akkor ez a mi <sínt> videó volt. Yeti videó volt. Ok, volt. <sínt> Ehhez valamennyire kapcsolódik, mert ez most így eléggé előkerült, mert ugye te azt állítod, hogy semmi köze az olvasónak, ahol te pártállásodhoz vagy szimpátiádhoz, de hogy közben a szerkesztőségek azért... Az újságíró is ember, ez egy ilyen nagy mondás, ugye? Azt hiszem, ez ma már talán kiderült egyébként is, de hogy a szerkesztőség, tehát egy emberekből állnak, akiknek vannak rokon szenvei, a szilárdta megmondhat, hogy balra húzol, úgymond, tehát rokon, meg ellenszenvei pártok, meg politikai irányzatok iránt, tehát hogy akkor az a kérdés, hogy ezt Egyetlen ki kell lekapcsolni, kapcsolni, de ha úgy gondoljátok, hogy ezen dolgozni kell, hogy valamennyire ellensúlyozzátok a saját szimpátiáitokat és antipátiáitokat, úgy sikerült kimondanom, akkor milyen módszerrel teszitek? Tehát, hogy az egyéni vagy szerkesztőségileg van kitalálva, hogy ez hogy lehet, ha meg nincs, akkor kell-e vagy nem, vagy miért nincs? Hát minden újságnak szerintem van értékrendje ideális esetben, és ez e e szerint az értékrend szerint választ témákat, és ezeket dolgozza föl. Szóval, hogy vannak alapvetően közös értékek, ideális esetben, hogyha ezek nincsenek, akkor nagyon szarul működik a szerkesztőség. Ezért ilyet is tapasztaltam már. Szóval, hogy hogy ezzel szerintem nincsen gond. Szóval, hogy, hogy mondjam, visszatérve arra, egy újság, ami úgy gondolja, hogy meg kéne változtatni Budapesten a közlekedést, mert itt nem lehet élni, mert idegbeteg, az nyilván elkezd foglalkozni, mert érdekli a biciklis közlekedéssel, és ezzel tulajdonképpen már képviseli is valakinek a, valakiknek az érdekeit, hogy visszalépjen. De hát ettől még nem, nyilván nem kezd el hazudozni, szóval, hogy nem erről szól a történet, hanem van érdeklődési köre, van, van, van értékrendje is emellett és ementén készít anyagot. Tehát mi is hiszünk dolgokba. Nálunk az a probléma, hogy különböző, nagyon, amit mondtam, hogy nagyon különböző dolgokba hiszünk, ezért nálunk például nagyon nehéz lenne, és ez már az Indexnél is mondjuk egy ilyen endorsement, vagy egy ilyen... De, hogy egy ilyen statementet lerakni ö, választások idején, hogy akkor, ki... mert volt erről többször szó, tudom, de hát itt kéne ülni az új Péternek, mert én ezt nem tudom, de hogy az indexben is, hogy, hogy hát miért nem mondhatnánk meg, hogy mi ki, 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 ahogy a New York Times, közismert dolgokról beszélek, és hát azért, mert nem tudunk megegyezni. Tehát, hogy, Igen, hogy, hogy, ez... hogy a New York Times megmondja, hogy kire a az olvasó, hogy nem tudom, hogy Igen. Igen. Ez, ö... És ettől még ez egy újság. E egy egészen nép ismert és népszerű újság. Szóval, hogy. hogy, hogy, bo hogy, bo bo hogy... Bo bocsánat, csak egy fontos kiegészítés. Nem azt mondják meg, hogy az olvasók kire szavazzon, hanem hogy náluk mi a szerkesztőségi álláspont. Tehát az elnök választás előtt ezt ki szokták tenni. A Mars Janikó tök rendben van. Szóval, hogy ettől még lehet így, lehet így újságot írni, és ettől még lehet igazat írni, hogy egy újságnak van akár politikai értéke. Nálunk egyszerűen, hogy nincs ilyen megegyezés. Nem tudunk, nem tudnánk megegyezni most se. Tehát, hogy miközben nagy részt azt hiszem, hogy nem szimpatizálunk azzal a hatalommal, ami jö, ami jelenleg regnál. Ezen túl viszont nem tudtunk volna most megegyezni abban, hogy álljunk ki valamivel mondjuk a legutóbbi ö, választáson. Ö, ami egy érdekes kérdés, vagy egy érdekes helyzet, nem ez a, hogy, hogy vannak nagyon különböző politikai vélemények nálunk, és nagyon kemény viták vannak odabent is nálunk, de hát egyébként én személyesen elég jó ki tudom kapcsolni én tehát, hogy ilyenkor engem a történet érdekel. Név nélkül és... tudsz mondani példát, bocsánat, hogy mikrofonért. Igen. Mármint, hogy név nélkül hát, mire? Milyen irányzat, tehát, hogy milyen szimpátiák vannak. Hát, hát hogy mondjam, az MZ... is, Tudok, nem. de nem, de, tudok, az MZP személyek körül nagyon kemény viták voltak, a legszélsőségesebb megítéléseket képzelj el itt az olvasó. Nyilván Szili Lászlótól Bede Mártonon keresztül új péld... mindenki egészen mást gondolt az ő alkalmasságáról. Kvácsony Gergely Dettó, hát szóval sorolhatnám még ezeket a kutyapártal kapcsolatban. Szintén vannak ilyen viták az ő szerepével kapcsolatban, éles viták. Mi egy ilyen szerkesztőség vagyunk. Szóval, hogy ezek a viták, ezek a Köszön, dinamikák bekerül, igen, bekerül, bekerülnek egyébként az újságba, hiszen egyik nap olvashat valami ilyesmit az ember, a 444-en másik nap me, me, meg valami más. Tehát, most már. Szó. Nálunk ugye nagyon más a helyzet, mert a Szabad Európa az azért egy multinacionális cég, úgymond 23 országban vannak szerkesztőségek, és... Igazi diktatúrákban is vannak szerkesztőségek, és nálunk van azért egy központi irányelv, ami semmi összeesküvés nincs benne: a demokrácia védelme, emberi jogok védelme és a szólásszabadság védelme, előmozdítása, ennek gátjainak feltárása és az ezekhez való Akár most egyébként beszéltél bebörtönzött kollégákról, nekünk több kollégánk börtönben ül, nem magyar kolléga, hanem pont egyébként Fehér Oroszországban talán, igen, ott biztosan. Tehát ezt az értékrendet valószínűleg, mivel egyébként úgy néz ki, én például a magyar média piacon, akkor ezt elmondom, ilyennel nem találkoztam a 20 éves pályafutásom alatt, tehát amikor én a Szabad Európához jelentkeztem, akkor ott egy nyilvánosan meghirdetett e, státus volt, e, nagyon pontos leírással. Én egy ötkörös felvételin vettem részt, magyarul, angolul, Prágával, Washingtonnal, Budapesttel, e, és ezek abszolút, szal tehát, hogy nekem kellett e, tök mindegy, hogy húsz éve a pályán vagyok, kellett írnom az ő statementjüknek megfelelő kérdésekre anyagokat, és kiderült, hogy egy na nagyon világos szerkesztőségi el van, és nyilvánvalóan, hogyha te nem szeretnéd az emberi jogokat és a demokráciát előmozdítani, vagy te kifejezetten akár pártos újságot akarsz bármelyik oldalon írni, akkor ez nem a te helyed, és nem a te szerkesztőséged. Tehát ez tök egyértelműen kiderült. És ennek megfelelően én azt gondolom, hogy egyébként a szerkesztőség jó része, oknyomozó újságírók, akik korábban az átlátszónál, direkt 36-nál, talán most tehát, 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 ilyen helyeken dolgozó újságírók eh, kerültek igazából össze, ahol, ahol tényleg azt lehet látni, hogy az számít igazából, hogy feltárjál egy ügyet, egy problémát, és akkor ugyanúgy, ahogy a Dani mondta, hogy mivel az ügy a fontos, eh, meg egy adott eh, szituáció a fontos, ezért teljesen mindegy, hogy annak egyébként mi a színe. Tehát mondjuk én most a nyáron forgattam egy kétrészes Balaton riportot, ahol tényleg az a szörnyű, hogy így az egész Balaton leuralásában egyébként sokan részt vesznek, oldaltól függetlenül. És akkor ilyenkor nem azzal, foglalko azzal foglalkozol, hogy be akarod mutatni azt a problémát, hogy mi történik ott és helyben, és szerintem ilyenkor azért könnyű. De nálunk nagyon erősséget, amikor. Azt gondolnám, hogy ez egy nagyon objektív dolog volt már olyan, hogy mondjuk mondtam egy felkonfot épp a Mávról, és egyébként azt mondtam, hogy a Máv borzalmas állapotai, és akkor mondta a hogy hát én nem mondjam azt, hogy a Máv borzalmas állapotai, mert ugyan a Mávnak borzalmasak az állapotai, de ezt úgyis elmondja az interjúalanyom. Tehát az interjúalany mondja azt, hogy a Máv borzalmas állapotai. Tehát nálunk ennyire lehet, hogy kocka, de közben meg egy jól követhető szabályrendszer. Én nem dolgozom szerkesztőségben, úgyhogy továbbadom a mikrofon, mert a szerkesztőségi szerepfelfogásról nem nagyon van értelme, hogy én beszéljek. Ugye valahogy úgy tetted fel a kérdést, hogy ki lehet -e és ki kell lekapcsolni, vagy valami így... így, így. Val igen. Amit korábban mondtok az alapján gondoltam, Igen. mert úgy tűnt, hogy nem Abszolút. feltétlenül mindenki szerint kell. Ja, jó, erre ja, ja. szól, hogy én, én, hogy mondjam, az, az emberről alkotott elképzelésem az az, hogy egyetlen ember sem egy sziget, és ilyen értelemben mindannyian a pozíciónktól, kontextusaiktól és egy csomó minden által meghatározottak vagyunk, és hogy ilyen értemben nem gondolom, hogy ki lehetne kapcsolni. Ö, és azt sem gondolom, hogy ki kéne azzal együtt, hogy ezzel szerintem transzparensnek kell lenni, de hogy ezzel minden ezek ellenére, vagy mindezek mellett, szerintem van pár olyan egyéni és kollektív szerkesztőségi ilyen, nem tudom, ilyen én gyakorlat, amit így érdemes azért, vagy én magamra nézve érvényesnek, vagy érdemesnek tartok elvégezni. Az egyik az egy ilyen, egy ilyen méltányosság-empátia gyakorlat, hogy én általában mindig ö, saját jogán a belső koherenciájában próbálom legelőbb megérteni, nem tudom, Orbán Viktor, mond valamit, és akkor azt önmagában, hogy annak így a, mi a belső koherenciája, mi az értelme, miért van. És ilyenkor, mivel, hogy kicsit, hogy mondjam, szóval, van valamennyi fajta ilyen nem egészséges empátiakészségem, néha meg is győzöm magam, hogy ú, milyen igaza van, és akkor szóval, hogy ez már egy másik történet, hogy, hogy utána milyen műveleteket kell végezni, de hogy szerintem az, hogy az, hogy esztétikailag meggyönyörködtető néha egy ilyen nagyon koherens valami, amiben egy felfedezett, hogy mi itt az értelem, és tudod, hogy szörnyűség, és hogy üzé, de hogy közben meg, hogy mondjam, emberből vagyunk. <síl> Uh, szóval, hogy ez az egyik dolog, hogy, hogy szerintem minden alkalommal érdemes uh, ez, mi, ezekbe, mindig amivel foglalkozunk, abba a pozícióba belehelyezkedni és megérteni, és utána próbálni meg felvenni a kritikus pozíciót. Uh, ez, ez egy kicsit ilyen pszichologizáló egyéni dolog, de a másik dolog, amit szerintem közösen lehet csinálni, az meg a folyamatos önreflexió. Tehát, hogy arra való, reflektálás, hogy a, a, a saját pozícióm, a saját kimondott, ki, ki nem mondott ö, ö, részrehajlásaim, hajlásaim, vakfoltjaim, tehát vakfolt ez szerintem egy nagyon, és ezt közösen lehet elvégezni, mert csak egymásnak tudunk rámutatni, és egy ilyen szempontból szerintem mi a partizánba azért ezt csináljuk, hogy hogy vagy nem az, nem a kezdetek óta ö, és a folyamatos napi hajtásban azért mindig nehéz önreflektálni, de hogy egy ideje már azért elég szisztematikusan csináljuk azt, hogy fontos adás, vagy a, a múltbeli a közelmúltbeli adásainkról kiválogatunk néhányat, és hogy arról vitázzunk, és akkor ez lehet ilyen módszertani kérdés, hogy nem tudom, jó volt-e az, az a kérdés, vagy nem, vagy az a kérdezési stratégia odáig menően, hogy egyébként tehát szerintem a szerkesztőség legélesebb vitája, és itt szerintem most nem vagyok túl indiszkrét, az a az antikorrupciós kérdés körül szokott futni, és én, én egy ilyen nagyon anti-antikorrupciós vagyok, tehát hogy én ezt egy ilyen politikai zsákutcának érzem sok szempontból és, de hogy közben meg a szerkesztőségben sokan vannak, akik nem értenek ezzel egyet és erről például egy ilyen folyamatos, egy soha fel nem oldódó, állandóan lefolytatott, nagyon izgalmas, tanulságos vita egyébként az egész antikorrupciós dologról. Tehát, hogy ez a fajta önreflexió ez szerintem, ez szerintem nagyon fontos. Ági, az elhangzottakhoz biztos, hogy semmit sem, nem szeretné hozzáfűzni. Na, zöket... Tökre érdeklődve hallgattam, de, de, nyilván szóval, hogy így nem, nem lenne ö, igazán hiteles, hogyha én ilyen szerkesztőségeken belüli dilemmákról beszélnek. E, jó, akkor áttérünk a hot topic szuverenitás törvényre. Az ugye Kocsis Máté korábban, ha jól emlékszem, akkor konkrétan ő vetette föl, hogy drogtesztnek, drogtesztnek kell alávetni a magyar újságírókat nem részletezte. Annak idején gondolom valami szankció lett volna, hogy akkor nem írhat újságot a Illető, ezt nem emlékszem pontosan, nem hiszem, hogy lett volna ez így meghatározva. De lehet hogy... Szégyenfal. Hát lehet, hogy ki kellett volna írni a cikkale, hogy drogot fogyasztó újságíró írta ezt a dolgot. De hogy abban nem lett semmi, és maga ez a szuverenitás védelmi törvény csomag, ez is ahhoz képest, hogy először belengedte Kocsis Máté, ahol nagyon hangsúlyozta a médiát, eh, ahhoz képest, ami ismert szövegszerűen, hogy mi van benne, nincs nevesítve gyakorlatilag a, a média a törvényben. Tudom szövegszerűen idézni, de ez egy elég unalmas jogi megfogalmazás. Igazából a Szuverenitás Védelmi Hatóságnál. Eh, van ö, egy ilyen lebegtetett dolog, hogy akár akár a médiára is vonatkozhat, hogyha nagyon akarjuk. Tehát kellően homályosan van megfogalmazva Ingen. ahhoz, hogy így a, amit a Dani már emlegetett az indexnél, Simicska, a Demoklész most ez az, tehát hogy van egy ilyen lebegtetés. Na, nem, ez a... a kérdés, hogy ez mennyire fenyegető, vagy mennyire gondoljátok reálisnak, hogy egyszer csak ki kell írnotok, hogy külföldi hát, ügynökök vagytok? Tehát, hogy most, szintén, tehát, szerintem ugyanez játszódott le az NGO-knál. Jó, akkor majd kiírjuk, hogy egyébként ki van írva, hogy az Amerikai Kongresszus finanszíroz minket. Tehát hogy, okay. tehát, hogy kevesebben fognak olvasni, másként fognak olvasni. Tehát, aki eddig olvasott, az valószínűleg eddig is a tudatában volt ennek. A másik oldalon meg eddig is CIA ügynökök voltunk. Tehát, hogy na bom. pedig direkt mondta a főnököm, hogy ne mondjak szempájtot. Egyrészt azt gondolom, hogy, hogy bizonyos szempontból igaza van mindenkinek, aki azt mondja, hogy azért ez nem olyan megfogható, nem olyan veszélyes. Szóval, hogy egy tulajdonképpen 2023-ban ez nem egy olyan nagyon sokkoló szöveg. De egyrészt várjuk meg a végét, tehát láttunk mi már utolsó pillanatban beadott egyéni módosítókat. Szóval hogy azért, azért várjuk meg, hogy mi lesz majd az elfogadott törvényszöveg, és akkor persze még utána is bármikor élesedhetnek olyan, olyan patronok, amiket most még nem látunk. De a, ami nagyobb baj szerintem, hogy. Szóval, hogy ez a törvényjavaslat, ez tényleg nagyon-nagyon erősen ö, a chilling effektet célozza, és alig, hanem lesz egy csomó olyan ügy, ö, ami, ami majd átgondolásra készteti a közélet különböző szereplőit, legyen az politikus, vagy újságíró, vagy civil szervezeti szereplő, vagy bárki. Tehát egész egyszerűen nagyon-nagyon megnő a kockázata annak, hogy ö, hogy valaki ö, politikailag, és most a politikai inkább úgy értem, hogy közéletileg igazán aktív legyen. Ö, és, ö, és ugye van egy olyan furcsasága ennek, ennek a törvénynek, vagy törvényjavaslatnak, hogy ez Jelenleg ismert formájában úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon hogy erősen a személyek elleni támadásnak ö, ágyaz meg. Ezt leginkább onnan lehet látni egyébként, hogy van benne egy ö, egy ö, szakasz, ahol, ami azt mondja, hogy ugye ezt valószínűleg mindenki tudja, hogy lesz majd egy ilyen szuveren, szuverenitás védelmi hivatal, és az majd készít mindenféle jelentéseket, ö, de hogy, hogy az nagyon érdekes, hogy ö, hogy azok a jelentések, amik elkészülnek, az majd elküldik azoknak a szervezeteknek, ö, amelyekről szól, és akkor majd lehet véleményezni, meg visszaküldeni, meg, és aztán nem történik semmi, de hogy nem is ez az, az érdekes, hanem hogy a, a, szervezeteknek el fogják küldeni, meg a szervezetek véleményezhetnek, de egy szó nincs arról, hogy, ö, hogy egyébként azok a személyek is véleményezhetik, akikről majd szintén ö, Készülhetnek ilyen jelentések, mert hogy egyébként a törvényszöveg nem csak szervezetekről, hanem személyekről szól. Tehát, hogy teljesen elválik ö, a két dolog, mintha a szervezetek esetében lenne egy ilyen, egy ilyen kicsit ilyen hivatalosabb, vagy ilyen látszatnak jobban megfelelő eljárás. Ö, a személyeknél viszont ö, viszont bármi történhet. És azért lássuk be, egy ö, egy személy ellen indított lejárató kampány, az akkor szokott működni, amikor ugye a meglepetés erejével hat, meg nem lehet felkészülni. Szóval én egy picit azt gondolom, hogy, hogy az, amit a Daniék filmjében láttunk, valótlanul című filmben, az fog most ilyen ipari méretekre nőni. Ugye ráadásul ugye ilyen titkosszolgálati eszközökkel megtámogatott adatgyűjtés, meg minden, és Ö, és azt gondolom, hogy, hogy az, amire azt gondoltuk eddig, hogy olyan nagyon-nagyon nem fáj a hatalomnak, hogy helyreigazítás, meg mit tudom én, az ország elkezdett fájni. Ö, részben ö, pénzügyi okokból is talán már fájhat, részben ugye azért a egyfajta presztízsveszteséget jelent, ugye, amikor uh, uh, ugye a filmben elhangzó kiváló mondással, hogy ugye nem fér bele a tények műsor a sok, sok helyreigazítás. Szóval, hogy azt, uh, azt gondolom, hogy ennek, a, ennek, az időszaknak vége, a hivatal letesz egy jelentést, ami tele lesz hazugsággal, de tök mindegy, mert, a, mert egy hivatal teszi le, és onnantól kezdve a média azt csinál vele, amit akar, 822-szer írhatja meg ugyanazt a, ugyanazt a hazugságot, és rámutathat, hogy hát nem mi találtuk ki, mi csak idézzük, a magyar állam egyik hivatala készítette, tehát ott, ott azért nem nagyon lehet majd a szerkesztőségeket elkapni. Uh, tehát azt gondolom, hogy, hogy most kezdődik az a nagyon nagyüzemű, na, nagyüzemi ipari lejáratás, uh, amit egyébként a valótlanulban uh, láttunk. ez sokkal szerint... hangzik, mint a... Szer Szerintem ez, na ez, nagyon para. Tehát, hogy gondolom, uh, ebben a körben valószínűleg mindenki látta azt a filmet, uh, de hogy, tehát, hogy, hogy most ebben jön egy szintlépés, hát... Szóval az, ö, azt azért ne, ne, becsüljük le szerintem. Na, kicsit, nem, én kicsit ebbe tényleg abba vagyok, hogy nem nem, 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 tudok mit mondani, mert hogy kicsit ez van, mint amit a, a, a Rita is mondott, hogy én, én, már nem bízok magamba ezzel kapcsolatban, de néha, amikor egy külföldi újságírók kérdeznek ilyen, nem tudom, ilyen lejárató kampányokról, meg ilyen dolgokról, vagy hát ez ilyen újságírói, ez a Loki bullying nem az, amikor, ami belekerülne a Daniék filmébe, hanem ez csak az ilyen Loki kommentelők, meg Messengeren rádírnak típusú ö, cuccok, és akkor így mondom, hogy hát, hát, hát ilyen, van ilyen, és akkor így néznek, hogy, de hogy ez ugye tudod, hogy nem oké, és akkor így elgondolom, ó, oh, tényleg ez nem oké, de hogy így van ez a, van ez a része, hogy Végülis már megszokta az ember, és pont emiatt így ö, ö, lepörög. Úgyhogy pont. Nagyon érdekes volt, amit az Ági mondott. Én ehhez nem is tudok nagyon ö, többet hozzáfűzni, mert én se látom még, hogy ebből hogy lesz, meg én is egy kicsit hozzá, vagy bele vagyok fásulva ebbe az egészbe, a folyamatos szintlépésekbe, ahogy mindenki. Jobban érdekel az, hogy... Ö, hogy a szuverenitás problémája az, az azért több ö, irányból, ö, ö, hogy mondjam, megfogható. Ugye többször foglalkozott már a sajtó a, a Black Cube-bal, ami, ami egy izraeli magántitkosszolgálat, és ami igenis befolyás, ami bizonyos megbízásokból igenis befolyást gyakorolt a magyar ö, politikai ö, életre, hogy... Ö, mi magunk, amikor a Balkánon meg Szlovéniában lapokat vásárolunk egy-egy politikai szereplőnek, akkor mi a más, tehát a magyar állam, vagy a magyar államhoz fűződő üzleti körök, akkor ugye belenyúlhatnak-e mások szuverenitásába? Amikor Mari Le Pen kampányához három milliárdot egy magyar állami bank juttat, akkor mi belefolyunk-e másoknak a. Ö, 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 szabad választásába, tehát, hogy például ez, ez érvényes lesz arra, hogy, hogy a magyar állam, vagy a magyar üzleti körök ö, 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 például sérthetik-e más ö, országok szuverenitását. És még érdekesebb az, ami engem érdekel, hogy mikor lesz az a szint, hogy most itt, ö, amikor észreveszi a megmaradt magyar ö, média, hogy, ö, hogy szövetségeket kéne kötnie, Egymással, és nem az utolsó filérekért uh, rozsdáskéssel átvágják egymás torkát. Mm, és uh, miközben nyilván néha felfelmerül, hogy kéne szövetségeket kötni, és hogy valójában a szövetség az mindig jó. Uh, még az összefogás is egy uh, jó dolog, mert minden szövetség jó dolog. Uh, alapvetően szerintem a szövetségek jó dolgok. I igen, hát uh, ilyen érdekszövetség volt az is, és biztos voltak pozitív hozadékai számukra, de azt, azt akarom mondani, hogy, hogy hát, hogy a, amikor egy ilyennel betámadjuk, betámad, tehát az, hogy én nem tudtam, hogy a Szabad Európa nem tud bejutni kormányinfóra, az rögtön bizonyára nem olyan jó dolog. Tehát, hogy mikor alakul ki végre a magyar társadalom, legalább ebben, aki Folyton erről pofázik a, a, a szolidalitás, az egymásért kiállás, meg az összefogásnak a kultúrája. Hogyan kezdődik ez el? Mert attól kezdve lesz ennek a szegmensnek ereje szerintem. Ö, és ezt ö, mi próbáljuk pofázni a tanároknak, ugye egy másfél-két éve, hogy miért nem tudtok, miért, nem miért nincs kiáll, miért nincs szolidaritás, tanárok, diákok, szülők, tanárok, stb. stb. Igaz, stb. És közben még alapvetően minimum szinten sem tudunk egymással szolidárisak lenni, szövetségeket kötni, kiállni egymásért. Nagyon-nagyon kevés eset volt. És hát engem ebből a szempontból érdekel például ez a törvény, hogy mikor indul el ebben egyfajta változás. Én, én, én a magam részéről azt érzem, hogy, hogy, hogy ez lenne most a kulcsfontosságú, és nem is azon kéne gondolkodni, hogy Úristen mi vár ránk, meg milyen veszély fenyeget minket, hanem hogy hogy tud még erőt mutatni bármilyen független intézmény Magyarországon. Azon gondolkozom, hogy mi volt az, a COVID alatt volt egy közös megfogalmazott petíció, de már tartalmára annyira de nem a is. A kórházak kórháza be, be forgatni, igen. És uh, erőst is mutatott, tehát az Orbánnak Igen. Igen, de hogy alapvetően, ez amit mondom, néha vannak ilyen fel, felvillanások, és ennek nyomán egyébként még egy téma volt, amiben ugyanaz a kör így elkezdett beszélgetni, hogy mi lenne, ha, de ott már, ar, ott már megjelentek az ellenérdekeltségek, és igazából nagyon kevés az a pont, egyébként pont akár a kormányinfó, lehetne, és az néha ilyen, hogy például a, a magyar hangos kollégák rendszeresen van egy újságíró csoport, ahova megírják, hogy hát minket még mindig nem engednek be, ezeket a kérdéseket feltennétek-e nekünk, és akkor azért uh, mindig akad egy-egy újságíró, aki felteszi ezeket a kérdéseket. A Igen. Igen, igen, igen. 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 És, és úgy, hogy mondja, hogy a magyar hang kérdezi, hogy. Tehát olyan vicces uh, uh, helyzetek születnek. De igen, alapvetően, és akkor itt megint van egy kis különállásunk, tehát hogy onnantól kezdve, hogy ugyanazt a tortát szeli egyébként ugyanaz a médiakör, így nagyon nehéz, illetve hát itt akkor lehet, hogy megint az fog történni, ami a pártoknál, hogy az olvasók fogják kikövetelni egyszer csak az óriási összefogást. Bocsánat, hogy közben kérdezek, de hogy arra gondoltak, hogy a mindenki patreon, jó a szabad Európa nem, de hogy hirdetési pénzek, hát, és ugye mindenki támogatót akar, és a, el akarja érni, tehát hogy nyilván behatárolta a médiafogyasztóknak ez a az anyagi egy... kerete, hogy mit szán, mert feltehetően egy új ellenzéki szavazó, hogy visszafűzzem ezt a dolgot, az biztos adna mindenkinek, de meg kell, meg kell válogatni a feltehetően, mert egy ilyen digitális rezsit uh, csinál Ha az jól értem. Nem, én csak kicsit hatalmak azon gondolkodom, ten, hogy na, Hogy, igen, szóval, hogy ezt nyilván én is támogatom, meg ugye az a Marci elég túlmozgásos ebben is, hogy, hogy, próbál, vagy hogy beszél erről mindig sokat, hogy kéne, és azért tesz is, amennyire tudom lépéseket, hogy, hogy legyen valami fajta szövetségkötés, vagy együttmozgás ezekbe a kérdésekbe. Csak hogy Szóval engem az tölt el egy kicsit ilyen reménytelenséggel, hogy, hogy, hogy szerintem van ennek egy ilyen nagyon erős ön, önmagá, vagy ilyen köldöknéző jellege, és hogy azért szerintem a. a ö, De mi ebben a köldöknéző? Ne, nem, Mindjárt kif, kifejtem, mondom, hogy hogy értem. Hogy ö, hogy szóval, hogy én, én azt gondolom, hogy azért itt ez egy, akik a. Magyar médiában dolgozók vagyunk, ez egy viszonylag jól körülhatárolható szociokulturális kör, és hogy nem biztos, hogy önmagában az, hogy közösen kiállunk, az még, hogy mondjam, bizalmat és szimpátiát ébreszt a, a széles néprétegekbe. Tehát én kicsit azon gondolom, hogy hogy lehet azt megcsinálni, vagy hogy lehet azt elérni, hogy a társadalom nagy csoportjai magukénak érezzenek, olyan értemben, hogy ezt adott esetben érdemes megvédeni ö, nagyon ö, egyértelmű ö, lépésekkel. Mert hogy, hogy igazából ez a kérdés, hogy nyilván amikor bezárták a népszabadságot, akkor utána volt egy nagy tüntetés. Amikor az Lázár János szomorú lett, ö, akkor, ö, ami ugye korábban van, bocsánat, megfordítottam a kronológiát, de mindig sajnálom, ha János szomorú. Szóval, hogy amikor szomorú lett, akkor, akkor ö, ö, szintén a, a Dob utcában, ö, nagy tüntetés volt ö, több alkalommal, meg máshol is. Ö, csak hogy ezek mind ilyen utólagos dolgok, de hogy én azt, azt nem látom, hogy, hogy, hogy mi az, amit, amit fel tudunk mutatni, mint, Ilyen ütőkártya. Tehát, hogy mi az, amit hogyha, ha támadás alatt van a független média, akkor ki az, aki megvédi? Ö, és hogy ilyen értemben ez csak egy dilemma, csak így bedobom, nincs rá válaszom, és én ezen régóta ö, így, így törődöm, hogy hogy, hogy hogy lehet ezt így társadalmasítani, ezt a kérdést, Mi mibe mi, mi vagyunk, mi, mi hasznunk van nekünk a társadalomra, és hogy ez biztos, hogy hogy, hogy átadjuk-e megfelelő módon, hogy mi, mire vagyunk mi jók, és miért kellene legyünk. Nagyon gyötröd magad, de hogy mondok egy példát, hogy az, amikor az index, saját példa az indextől az új Péter felállt, hogy oké, okay, ezt így nem lehet csinálni a spéder alatt, mert egyre nagyobb a nyomás, a spéder meg még följebb mutogatott, hogy simicskájék, meg ilyesmi, ezt ő tudná most pontosan elmesélni, akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor ő most itt ne essen szét ez a szerkesztőség, minden botrány nélkül ő elmegy, és elkezd építkezni. Hát e, ugye ebből lett az, hogy 14 emberrel tudtunk elindulni, és volt neki előtte egy index, ez egy velvetes, tű, totál káros túl, divány, alalalala, nagy ö, média cég. amikor a Telexnél történt meg ugyanez, ö, Pont az volt a cél, hogy ne lehessen világosan látni, hogy mi történik. Ez azért volt, hogy, hogy, hogy ne álljon mögé az olvasótábor, hogy, ne álljon, hogy meg legyen osztva. És amikor a telexesek végül össze tudtak fogni, egységesen tudtak bemenni azon az ajtón, és elkészült az az egy kép, hogy ők együtt bevonulnak, és együtt erőt tudtak mutatni, hogy akkor mindannyian leteszik a felmondásukat, és ebben a játékban nem vesznek részt, akkor összeállt mögöttük egy sok tízezres olvasó tábor, aki összedobott egy új, olyan újságra, ami, ami, most a magyar nyilvánosságnak az egyik nagyon fontos sarok, vagy alapköve, hogy mondják. Na, szóval, hogy, hogy és összedobtak a saját pénzükből, és fenntartják azóta is ezt az újságot, és a magukénak érzik. Szerintem ez az összefogásnak, meg az erőmutatásnak, meg az egységes fellépésnek az értelme. Nem tudom, hogy érthető. Én ezt még, vagy én ehhez még azt tenném haza, hogy egy teljesen más szférában, vagy hát nagy lesz más szférában, ami ugye a civil szervezetek felől nézve, ez tényleg bizonyos szempontból dermesztő, hogy a, a média médiában minden. Céges minden szerkesztőség mennyire egyéni stratégiákat játszik. És tudom, hogy van ez a mondás, hogy Izé ugye ugyanazt a tortát szereteli mindenki, meg ugyanazokra a pénzekre hajt, meg ugyanazokra az olvasókra, de hogy, hogy egyébként ez, ez a civil szervezetek esetében is így van, hogy, hogy nyilván ugyanazokra a forrásokra hajtunk, de olyan elképesztően ö, intenzív ö, együttműködés van a, a civil szférában, ami, ami ami szerintem egy ilyen abszolút példa, példaértékű történet, és ennek ez egyébként nem csak belső kommunikációban látszódik, hanem kifelé is. Tehát, hogy aki szokott esetleg ilyeneket olvasgatni, hogy ö, mi ugye minden évben ö, letesszük a... Ö, a magyar uh, Magyarországról szóló Európai Uniós jogállamisági jelentéshez a civil inputot, amit 8-9 civil szervezet csinál. Abszolút nem titokba, ezt, ezt minden évben uh, nyilvánosságra hozzuk. Az is minden évben tökéletesen működik, hogy uh, percre pontosan minden szervezet ugyanakkor uh, kezdi el kommunikálni. Senki nem rohan előre, senki nem... Ö, senkinek eszébe nem jut, hogy ö, kicsit belőzi a többieket, és akkor fél órával előtte így ö, szépen kinyomja. Ö, de hogy van egy lakás, úgy, amiben, amiben együtt működünk, és ez a nyilvánosság előtt zajlik, ö, pedig, pedig, nyilván van egyfajta verseny a, a forrásokért, meg a figyelemért, de, de azt gondolom, hogy, hogy az, hogy a magyar civil szféra még valamennyire ö, létezik, és, és egyébként meggyőződésem, hogy van hatása a magyar társadalomra, az körülbelül ennek az együttműködésnek ö, köszönhető. Tehát enélkül szerintem már minden szervezetet lépbe tudtak volna darálni, vagy legalábbis láthatatlan, kvázi láthatatlanná tenni. Csak egy kiegészítés. Nyilván ez akkor érvényes, amit előbb mondtam, hogyha azokra ér, Ah, hogyha elhisszük ezt a narratívát, amit én mondtam, mert nyilván, hogyha mondjuk a bodolai László narratívájában hisz valaki, akkor teljesen más fényben tűnik föl a, a, a történet, csak ezt a kiegészítést. Na hát a közönség kérdések ideje érkezett el szerintem. Tehát az a kérdés, hogy lehet-e az amerikai kongresszus pénzéből, ami Amerikában is van média, és hasonlók a kérdező állítása szerint, meg üzleti érdekek, lehet-e újságot írni objektívan vagy függetlenül? Hát ugye több dolog egyrészt válaszuk tehát hogy ez, ez közpénz, amit mi kapunk, csak amerikai közpénz, tehát nincs hozzá üzleti köröknek köze ilyen értelemben meg más értelemben sem. Ez az egyik. A másik, hogy én erre a saját magam tapasztalatát tudom csak mondani, tehát én még nem kaptam Washingtonból semmilyen utasítást, levelet, nincsen Washingtonból egy ilyen állandó riportortatás, tehát hogy ez egy, amit mondtam, van egy mindenki számára nyilvános, egyébként az oldalunkon is megtalálható, van egy ilyen alap policy, ami a világ összes szabad Európájában policy, ahhoz kell magunkat tartani, de e, sajnos semmivel több információhoz nem jutunk hozzá attól, hogy a, az amerikai kongresszusa fenntartunk, e, se belföldről, se külföldről. E, nyilvánvalóan, tehát, hogy ismerem a, a narratívákat, ami egészen 1956-ig nyúlik vissza a régi szabad Európáig, e, de a személyes tapasztalatomat tudom mondani, én kitalálok egy témát, azt elmondom, hogy ezt fogom csinálni, azt mondják, hogy de jó ötlet, és csinálom. Tehát, hogy körülbelül ez a, a munkafolyamat. <laughs> Hát ugye az a kérdés, egy bol, amint, amit beszéltetek erről, hogy szövetkezni és összefogni kell a magyar független sajtónak, akkor miért nem bolykotálja a Kesmán kívüli független sajtó a kormányinfókat, és az már az is látványos lenne, ez volt a kérdés. Egyrészt jogos a felvetés olyannyira, hogy ez időről időre felismerül, sőt, ugye évente egyszer van ami egy olyan kormányinfó, ami ott van a miniszterelnök, és akkor is ez aktívan felszokott merülni. Csak aztán mindig van egy, vagy kettő, vagy három olyan médium, amely azt mondja, hogy hát kötelessége az olvasói nézői tájékoztatása, ez az egy alkalom, amikor legalább kérdéseket fel lehet tenni. Hogyha itt se tesszük fel a kérdéseket, akkor egyébként a hatalmat ez nem fogja megrázni ők majd nyugodtan mutogathatnak, hogy hát itt lenne a lehetőség, és mégsem élnek vele. Tehát, hogy egész egyszerűen van pro és kontra érv, tehát nem mondom, hogy nincs erről gondolkodás, de a végeredmény idáig mindig az lett, hogy valaki mindig ott ül. És őszintén szólva, mivel nem csak a kesma, most nem fog nevesíteni, de mivel a, a határok, médiumokon belül is elcsúsztak, hogy attól, hogy nem tartozik a kesmába, attól még lehet, hogy nem az ellenzéki médiához, vagy nem tudom minek nevező, tehát hogy nem a kormányzat által irányított médiához sorolható. Ezért szintén nagyon nehéz a helyzet, mert tényleg van olyan médium, amit lehet, hogy sokan ellenzékinek gondolnak, de aztán lehet, hogy mégse annyira ellenzéki, és akkor velük mit csinálsz? Ez kicsit hasonlít mint a be kell ülni a parlamentbe. Ja, abszolút, ugyanaz a kérdés. Másfél, aki szeretne? Van még valakinek kérdése? Röviden az a kérdés, hogy nem segítitek-e azzal, hogy beszámoltok egy-egy ilyen erősebb, mondhatjuk időnként a gyűlöletkampányáról, pusztán az arról való beszámolás is hosszú tematizálásáról, amik tart maga a kampány ezzel valójában a kormány céljait. Én kezdeném, és ugye nem újságírói szempontból, de hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy időnként mindnyájan asszisztálunk ezekhez a, ezekhez a kormánypárti akciókhoz, és ugye éppen Új Péter szokott nagyon sokat beszélni a nyelv erejéről, tehát hogy, hogy milyen szavakat használunk, és, és sokszor, tehát folyamatosan az történik, hogy hogy nagyon kritikátlanul vesszük át azt a nyelvezetet, amit, amit egyébként a rogánék itt találnak. És hogy csak a legújabb példára utaljak, hogy a szuverenitás védelmi törvény, hogyha mi kimondjuk ezt a szót, és így beszélünk, meg, meg így írtok róla, akkor, akkor ez egyébként. Lényegében egy ilyen elismerés, hogy tényleg ez arról szól, hogy itt az ország szuverenitását meg kell védeni, holott a fenéket szól arról, ez egy tök más történet. És ezt egész egyszerűen másképp kéne hívni. Például hát civil körökben egyelőre inkább első, de részben már külső kommunikációban is ott van az önkénytörvény kifejezés, ami szerintem sokkal jobb, meg sokkal frappánsabb. De hogy, hogy szerintem erre tudatosan figyelni kéne, pártoknak, értelmiségieknek, újságíróknak, civil szervezeteknek, mindenkinek, hogy, hogy milyen nyelvet használunk, és, és a nyelvhasználatunkkal, meg a szóhasználatunkkal egyébként, hogy asszisztálunk a, a, a Fidesz politikájához. Szóval, hogy, hogy ez most egy nem újságírói szempontú válasz volt, de szerintem ez mindenképpen nagyon fontos eleme ennek az egésznek. Egyébként, amikor itt megkérdezik tőlünk, hogy függetlenek vagyunk-e, akkor tulajdonképpen ezt a mókus kereket hajtjuk. Erre utaltam, hogy ez az Orbáni paradigma. Ugye az, hogy független objektív gunnyi névvel látják el a nem általuk kontrollált sajtót, mint hogyha ez a saját öndefiníciónk lenne, miközben a 444 mindig is egy vállaltan szubjektív újság volt, és soha az életben nem állította magáról, hogy független objektív lenne, és mástól se hallottam. De ugye mi nekünk folyton azt kell magyarázni, hogy ti nem vagytok független objektívek, de mikor mondtam magamról, hogy független objektív? Szóval, hogy ez a kérdés. De sokkal jobban tudok persze másról beszélni, hogy más hogy hajtja a mókuskereket, és az jól látszik, hogy, hogy az például az ellenzéki politikában sem fog soha működni, amikor ö, ezeket a megadott ö, szinte óvodás nyelvi kereteket használja a, a politika, mert addig tulajdonképpen a, a hatalom narratíváját erősíti, amikor megjelenik, hogy nincs kormányzás, ugye megjelenik három cikk arról, hogy kik is voltak a nincsák, mert ez valóban megtörtént ö, ö, a különböző portálokon, és Gyurcsány Ferenc meg azt mondja, ha ti vagytok a nő nincs, akkor mi meg a galaxis őrzői. Tehát rögtön belement ebbe a szinte infantilis játékba, de ezt sorolhatnám, amikor a Orbán Viktort, akár az Orbán még saját maga is, tehát hogy amikor az Orbánt levideózzuk, hogy készpénzzel a kezétben sétálgat Ferencvárosba és számolgatja, akkor, akkor Gyurcsány Ferenc György rögtön gyárt egy TikTok videót, hogy ő bankkártyával fog fizetni valahol. Ö, amikor ö, az LMP meg akarja magát határozni, akkor azt mondja, hogy nem leszünk akugyarmat. Mi, mi a fasz az az akugyarmat? Tehát, hogy azt már önmagában nem értem. De hát nyilván arról szól az egész, hogy a nem leszünk gyarmatra reflektál, hogy ő nem... Oly, oly, mintha ironikusan, de benne marad abban a játékban, benne marad abban a nyelvi közegben, amit ők határoznak meg. Amikor kék óriás plakáton a Momentum üzen valami ellentétet a kormányjal, de azt akarja, hogy milyen irónikusak vagyunk, mi ugyanazt az plakátot használjuk Momentumként. Nem. Ti abban a, abba a társas játékba lépkedtek és dobtok a kockával a kicsiket, amik amiket lefektetett a, a hatalom. Tehát nyelvileg is játékban, de hát ez elképesztően nehéz, mikor a nyilvánosság teljes. S, ö, ségét szinte út, uralja a kormány, azt mondani, hogy nem mi a lényegről beszélünk, ugye ez szokott lenni, mi, mi, mi beszélünk majd a lényeg, mi nem kapjuk be a gumicsontot, mi majd, mi majd a... Ö, ez azért egy nagyon nehéz, amikor amikor a közönség is, az olvasó is ezen a ö, saktáblán játszik. Ö, ebbe tudja, hogy kik, kik a fehérek, és kik a feketék, és elfogadja, hogy hogy van felrajzolva a saktábla, és hogy lehet lépni rajta nagyon nehéz paradigmát váltani ezekben a történetekben, mert nagyon könnyen elveszítheted az olvasóidat például, meg az érdeklődést, meg, meg a, a valósággal való kontaktust, stb. stb. Hát meg még egy dolog, hogy azért nagyon sok esetben, miközben tény, hogy a kormánynak kedves narratíva, és nekik jó, hogyha arról beszélünk, de mondjuk, hogyha most itt van például a gyermekvédelminek nevezett valami, igen, e, akkor az egy olyan dolog, hogy értjük, hogy milyen szándékkal van bedobva, meg most akár az egész elsimon ügy, duródórástól, mindenestől, e, fóliázástól, de közben valóságos magyar állampolgárok valóságos jogai sérülnek. Tehát, hogy ebben ez a nagyon nehéz, hogy igen, lehet, hogy nem kéne rágni, de mi van azzal a, nem tudom én, épp öngyilkosság előtt álló, vagy épp öngyilkos kamasz gyerekkel, aki nem merte megkérdezni, akinek nem volt hova fordulni, aki nem szóval, hogy, és csomó-csomó kérdést felvet, és egyszerűen közben meg nem teheted meg, hogy ezeket a kérdéseket újságíróként nem tisztázod. És egy utolsó példa, ugye teljesen, hogy ki a menekült, ki a migráns, ez ugye 15 óta egy nagyon tudatos nyelvhasználattal, és alakította át az egészet a kormány. És volt arra törekvés bennem legalábbis, kifejezetten sok anyagot készítettem arról, hogy nyelvészektől kezdve, helsinki kis jogászokkal átbeszéljük, hogy mi a különbség ezek között. És közben meg érzem, hogy valószínűleg mondjuk 3-4 emberhez lehet, hogy kicsivel többhöz eljut az, hogy ezt a különbségtételt onnantól megtegye, de igazából meg valóban ugyanazt a gittet rágtuk, és valóban újra és újra elhangzott a kormány narratívája is, és ez egy bennem például állandó dilemma, hogy, hogy hol van annak a határa, amikor még beszélsz róla, mert tisztázni kell, és ki kell mondani az igazságot, és így feszít, hogy nem tudod hagyni. És mennyire kell azt mondani, hogy igen, de pont az a célja a kormánynak, hogy engem ezt feszítsen, és újra és újra kimondja. És emögött is valódi emberi tragédiák vannak, ráadásul miközben nyilván egy nyelvi játék, egy gumicsont, egy saktábla, egy fikció, közben meg nagyon súlyos emberi tragédiák vannak benne, és ráadásul nem csak tragédiák vannak benne, hanem egy egész társadalom mentalitásának, gondolat hozzáállásának, ö, ö, érzékenységének a, a, az elcsavarása, ezzel a, a szolidaritás, a egy csomó mindennek a, a, az elkalibrálása a nyelven keresztül. hogy ö, Szerintem az is fontos még itt, hogy hogy mondja ezt a Daniel, hogy igen, akkor bankkártyával válaszol rá a gyurcsány, és mit tudom én mi, de hogy szerintem az, az is van, hogy, vagy én szeretem azt hinni, hogy azért a szavaknak még mindig, szóval az emberek nagy többsége a szavaknak az értékét érzi, és mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük épp, oly illatos. Ö, szóval, hogy bele lehet futni abba is, hogy hogy igen, próbáljuk ezt a folyamatos újra nevezni dolgokat, meg valahogy így kikerülni, ki, ki, arról a saktábláról kikerülni. De szerintem ez is már önmagában tud egy ilyen virtuális játék lenni, és hogy igazából az a kérdés, és hogy azt érdemes megnézni, hogy mi az, amikor működik, mi az, amikor nem ez az átkeretezés, átnevezés, és megnézni akkor, hogy amikor működött, vagy mi a kettő között a különbség, és amikor működött, miért, működött, működött, amikor nem, nem, és hogy ilyen szempontból én például így a, ugye a rabszolgatörvény volt szerintem egy ilyen, amit szerintem sokan a sajtóba akkor is, és azóta is valószínűleg azt mondják, hogy vagy nem szeretik használni inkább túlóra törvénynek, meg valaminek, mert hogy ilyen túl erős a, az értéktartása, tart, de hogy szerintem az például, tehát hogy a, annak a, az azért működött, mert hogy így valamilyen Hétköznapi tapasztalat és kutatások nagyon jól megmutatják azt, hogy, hogy az emberek nagyon sokszor ö, tényleg ilyen, ilyen rabszolgaságként élik meg a bérmunkát sok tekintetben. Itt most például a nőügyek 2018-ra hivatkoznék egy kutatás, ahol tényleg a, a Kovácsoszt és a Gregor kutatása, ahol fókuszcsoportokkal pont a, a, a magyar nőknek a... a az, hogy hogyan tekintek a munkavilágára, azt, azt kérdezik meg tőlük fókuszcsoportos beszélgetéseken, és ott például a rabszolgaság nagyon sokszor elhangzik, tehát hogy, hogy az egy olyan dolog volt, és akkor van az, amikor amikor tényleg a, 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 annyira komplexen elvont valamilyen virtuális játékba megyünk bele, ahol... És az irónia például szerintem egy olyan dolog, és ezt tudom, hogy a kutya pártos rendezvényen mondani egy kicsit nevetséges, de azért elmondom, hogy szerintem az irónia az egy olyan dolog, ahol ami képes, vagy irónia a vicc, ami képes közösséget is teremteni, de nagyon erősen ki, ki is tud zárni nagyon sok mindenkit. Ö, és az például néha működik, de nagyon sokszor én azt érzem, hogy amikor így kiröhögik ezt a, az Orbán csinált valamit, nem tudom én, folyamatosan ez a nevetségességet, és az, 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 az ellenhatást hoz, vagy csak ilyen, ilyen megfogalmazások, hogy Orbán Viktor újra nagyívű történelmi fejtegetésekbe kezdett a beszédébe. Ebben benne van az az értéktartány, hogy eb, ebben van valami rossz, hogy itt egyébként a miniszterelnök érthető módon magyarázat a saját történelm olvasatát. Szóval, hogy van egy ilyen típusú, ilyen, ilyen virtuális spektákulum, amiben, amiben azért a, 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 a sajtó benne tud lenni. Az Orbán rendszernél jobb helyeken is, és az Orbánék pont, tehát hogy egy csomó mindent megfigyelnek abból, hogy hogy működnek ezek a dolgok, a, hogy működik az a, tudjátok, volt az a... Ö, Piro, hogy mi kék arany ruha, amit sokan fekete, nem tudom én minek látta. Annak a hatásmechanizmusa, hogy működik, hogy működik a meggyilkolt szurikátának a hatásmechanizmusa. Ezeket a storikat ezeket sokszor egy az egybe alkalmazzák a politikai életbe, és ez a durva igazából, hogy ebből lehetne ellent tanulni. Bocsánat, csak erre ha meséljek el valamit, hogy 2010 és 14 között még két hetente volt még akkor Giroszász András volt a szóvivő, és két hetente volt háttérbeszélgetés. E, és az MTA-nak meg voltunk reggelisztetve, és akkor két hetente meg lehetett hallgatni, hogy mik az új topikok, mire készülnek. És hát eltelt szerintem legalább két év, mire felismertük azt, hogy ez nem az újságíróknak háttérbeszélgetés, hanem ez egy ingyen és bérmentve maguknak tartott fókuszcsoportos vizsgálat. Tehát egyszerűen lemérték, hogy mi az, amire az újságírók ugranak. És aztán már nem is kellett megtartani ezeket a háttérbeszélgetéseket, mert négy év alatt annyira szépen felmérték, hogy mi a mechanizmus, hogy, és igazából én nekem. Leginkább utólag esetle, mikor újra és újra láttam, hogy hogy használják utána ezeket a mechanizmusokat, hogy ők nagyon ügyesen, mondom, tartottak egy ilyen saját fókuszcsoportos felmérést éveken át az újságírók körében. Ennyi időre voltunk kalibrálva, szerintem kimerítő beszélgetés volt. Köszönjük, hogy eljöttetek, és a vendégeknek is természetesen, avagy vagy a beszélgetőtársaknak. Aki YouTube-on nézi, majd az iratkozom föl valamilyen csatornára, hanem is a kutyapárti. Lájkoljatok. Segítek.